fény éve előadássorozatnak, az igazi első előadása fog most következni. Éder Ivánt nem tudom ismeri, mindenki be kell mutatni, szerintem nem kell bemutatni. Viszonylag ismert kezdő asztrofotósról van szó, aki már túl van az állókamerás felvételek kihívásain is, és nem által nekünk egy évtizedes visszatekintést tartani a DSLR kamerákról, amelyek eddig kiforgatták a világot, mint annak idején a fényes szelek nemzedéke. Teljesen más most az amatőr csillagászat, mint 10 évvel ezelőtt volt, és elsősorban az eszközöknek köszönhetjük ezt, és nagyon nagy mértékben ezeknek a kameráknak, amelyek majdnem mindenkinek ott lógnak a nyakában. És a távcsövén. És a távcsövén. Hajrá! Na, szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este igazából, ugye én ezt a címet kaptam Attilától, amihez hülyen ragaszkodtam, legalábbis addig, hogy ide ez van fölírva, igazából az előadás nem egy évtizedről szól, hanem kicsit annál többről, hiszen a kontraszt kedvéért szeretném bemutatni még a DSLR kamerák berobbanása előtti időszakot is, hát illetve az van, mi volt a jellemző, de hát ezt azért nagyjából ismerjük szerintem, de talán vannak olyanok, akiket ez még... akiknek ez még újdonságként hat. De a kontraszt kedvéért mindenképpen szerintem érdemes vele foglalkozni. És a másik, amit szeretnék mondani, hogy nem csak a kamerákról lesz szó, hanem nyilván a kamerák az új technika által elért eredmények és robbanásszerű fejlődésről és a változásról. Hát a vázlatpontok azok nagyjából így fognak kinézni, ugye elneveztem azt a korszakot, a DSLR előtti korszakot, pre-DSLR korszaknak. Ilyen, nem tudom, ilyen C-n meg olyan C-n időszakot nem adtam neki, de lehetne. Aztán hát ezt egy kicsit bemutatom, utána lesz arról szó, hogy a DSLR-ek amikor bejöttek Magyarországra és a világra, akkor az hogyan történt és milyen eredmények voltak, meg milyen képek voltak. Utána van egy fejlődési időszak, amikor hát az gyakorlatilag azóta is tart, de azon, én úgy érzem, hogy azon már egy kicsit túl vagyunk, tehát ez már inkább a kiforrott állapot, ami manapság van. És utána hát pedig egy kicsit az eredményekről, hogy hát miért volt ez jó, jó volt-e, nem volt jó, és hát milyen dolgok vannak. Na, hát akkor a pre-DSLR korszakot nagyjából így felvázolom, hogy így az évszámokban egy kis történelem nagyon gyorsan, vázlatpontok szerint. Hát ugye a 90-es években még a fotoemúzió volt, a filmes fotózás volt a jellemző, de a 90-es években már megjelentek az amatőr körökben is a CCD kamerák, amik ugye nagyon kicsi méretűek voltak, de erről kicsit később majd részletesebben beszélek. Hát itt tudjátok olvasni igazából a 90-es években, illetve 2000-es évek elején terjedtek el igazából a személyi számítógépek, amik ugye nélkülözhetetlenek a digitális technikához, és ennek köszönhetően kezdtek elterjedni ugye részben az amatőr CCD kamerák, és a részben pedig az, hogy a filmes, tehát a filmet, nyersanyagot elkezdtük digitalizálni, szkennelni és feldolgozni. És nagyjából ez az időszak az, amikor, hát egyrészt 97-ben, azt az előbb már nagyjából mondtam, megjelent a magyar fejlesztésű Amacam CCD kamera, ami egy nagyon nagy előrelépés volt, én gondolom ebben az asztrofotózásnak azon ágában, amit kicsit ilyen inkább mérésre, meg igazi valódi észlelésre használtunk. De mindenképpen egy óriási nagy mérföldkőnek számít szerintem a magyar asztrofotózásban. És valójában a DSLR korszak az 2000-es évektől tehető, nem is igazából asztrofotós szempontból, hiszen 1999-ben és 2000-ben jelent meg a Nikon D1 és a Canon D30, ugye ezek voltak az első digitális tükörreflexes gépek, amik igazából hát nem voltak túl jók, és méreg drágák voltak akkoriban, tehát egy kicsit kellett várni, még az első asztrofotók is megjelentek ezekkel a gépekkel.
és ez 2002-re tehető, amikor az EOS D60-nál tartott már, ugye ez már a második szériája volt a Canonnak, és Johannes Schedler volt az első, akinek én úgy tudom, hogy ő volt az első, legalábbis a képeit én neki láttam először, akinek értékelhető képei születtek már ezzel a fényképezőgéppel. Ez 2002-ben volt, ez 13 évvel ezelőtt. De ugye ez a gép még nagyon drága volt, és 2003. augusztusában jelent meg a 300D, amelyik az első tükörreflexes gép volt $1000 alatt, ennek nagyjából 300.000 forint volt az ára, én úgy emlékszem, MediaMarktban lehetett kapni, kit objektívvel. És aztán jó másfél évvel később pedig a 350D jelent meg, aminek talán a megjelenés időpontjában még hasonló volt az ára, vagy valamivel olcsóbb volt, de elég hamar visszaesett 200.000 forint alá az ára, és én úgy gondolom, hogy ez volt az a szint, amit már többen is meg tudtunk fizetni. Zárójelben ideírtam, hogy ebben az időszakban, tehát pont ez a 2005 február, amikor a Canon a 20DA, tehát az asztrofotózásra optimalizált fényképezőgépét piacra dobta, ezzel is érezni lehetett, hogy ez mennyire fontos. És mennyire, egyébként ez nagyon furcsa, mert akkor még nem volt ez az asztrofotózás annyira elszállva, mint most, legalábbis a DSLR-ek tekintetében, és mégis a Canon lépett egy ilyet, hogy piacra dobott egy saját fényképezőgépet, kifejezetten asztrofotózásra dedikálva. És hát ugye eddig az időszakig a CCD kamerák azok amatőr körökben azok nem voltak túl nagy méretűek, tehát nagyon szép és nagyon nagy felbontású képeket nem lehetett velük készíteni, de 2003-ban vagy 2004-ben nem találtam meg a pontos megjelenési dátumot, ez a 11 megapixeles full frame-es kamera az STL 11000-es jelent meg az SBIC-től, ami igazából a CCD-s korszakban egy nagyon-nagyon egy forradalmi előrelépést jelentett az amatőröknek. Hát nyilván voltak obszervatóriumi kamerák nagyobb méretben is, de hát az nekünk nem volt, meg az amatőröknek nem volt elérhető. De ezzel a kamerával már, szóval akkor én emlékszem, hogy akkor egy óriási ugrás volt, hogy úristen, hogy ezzel a kamerával milyen szépeket csináltak már akkor az amatőr csillagászok. Na, akkor vissza a 90-es évekre. Mutatok egy-két, jó néhány fotót ebből az időszakból, hát igazából ami rendelkezésemre áll. Ugye én akkor ezzel a 150x900-as Maxutop Newtonnal fotóztam, szerettem volna nem a saját távcsőmről képet berakni, mondjuk a Rózsikának a 100x1000-eséről, vagy a Szitkai Gábornak, vagy esetleg egy 80x840-esről asztrofotó szetedélyet nem találtam. Hát igen, szóval én arra emlékszem, hogy a 90-es évek közepén elkezdtem az interneten böngészni, és az MCA oldalán volt egy asztrofotó galéria, és ott én imádtam ezeket a képeket, hát ezek voltak azok. Lófejköd. Rózsika tollából. Ez a karácsonyfa halmaz. Kúpköd. Hubble-féle változóköd Rózsikától. 100x1000-es refraktorral. Ez is a 100x1000-essel a Laguna köd, M13, a súlyzó köd. Igen. Bohócarc. Leo triplet, ugye a három galaxissal. Szóval ezek számomra etalon képeknek számítottak. Csodálkozva néztem, hogy milyen gyönyörűek, és hogy tudta ezt a Rózsika kivitelezni akkoriban. Hát ez volt a mérce és a példakép gyakorlatilag nekem. Szitkai Gábornak is nagyon jó képei voltak, de hát azok nekem nem voltak meg igazából. És ez tőlem néhány fotó, szintén hát a 90-es évek végéről, 2000-es évek elejéről. Ezek már szkennelt és egy picit kontrasztosított változatok, hát jó csúnyák, legyünk őszinték. Itt a papírképek lettek beszkennelve, lapszkennelre és egy picit kipofozva, akkori tudással és technikával. Szóval ez jellemzi gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig a filmes korszakot.
hazánkban. Ugye hát mindent el lehet mondani ezekről a képekről, csak azt nem, hogy mai mércével is megállják a helyüket az asztrofotózásban. Ugye a filmes fotózásnál rengeteg sok probléma volt. Nagyon hosszú expók, egyedi expók kellettek. Ez volt a fő probléma igazából, és a vezetés azért nagyon problémás volt. Rengeteg olyan fotót csináltam, amelyik 20-30 perces, csak 20-30 perces expozícióval készült, és kiflik lettek rajta a csillagok, rossz lett a fókusz, és ez persze ott nem derült ki, hanem ez a laborban derült ki néhány nappal később, amikor előhívattuk a negatívokat és a papírképeket. És hát minden probléma volt, magas volt a zaj, nem volt, tehát igazán halvány dolgokat nem lehetett fényképezni, kicsi volt a felbontás, a színhűséggel is probléma volt, állandóan változtatták a negatívokat, mindig amikor megtaláltuk az éppen abban az időszakban megfelelő is, és jól asztrofotózásra jól használható negatívot, akkor eltelt egy-két év, és mire erre rátaláltunk, addigra meg is szüntették, és utána jött a következő sorozat, ugye frissítették a kínálatot, és az utódja annak a filmnek már nem volt jó, akkor újat kellett nézni, és rengeteg problémát okozott, nagyon sokat szenvedtünk vele, emlékszem. És satöbbi, satöbbi, tehát... De nagyon szerettük, mert azért mindig volt egy kis eredmény. De fejlődés az sok nem volt. Eközben, ugye mondtam, hogy megjelentek az amatőr CCD-k, ez a 90-es években már jellemző volt, de ezek nagyon kicsi pixel méretűek voltak, vagy szenzor méretűek voltak, ilyen, mit tudom én, 200-300x400-500 pixelek, tehát igazából mérésre és ilyen nagyon egyszerű fotókészítésére voltak jó. Hát ezek a modellek voltak akkor jellemzőek, és ugye említettem az Amacam kamerát, amihez szoftver is készült, Lázár Józsi és Pap István által. Ez akkoriban nagyon nagy szó volt, és ami meglepődtem, hogy utána néztem, és a Meteorban a 90-es évek második felében, és a 97-ben a CCD rovat elindult a Meteorban, amit Fűrész Gábor vezetett, és egy nagyon-nagyon tudományos cikkeket írogatott bele. Ahogy én visszaemlékszem, akkor én ezekből nem sokat értettem, és most is, ahogy beleolvasgattam, hát most se túl sokat, mert rengeteg matek van benne, meg ilyen elméleti fotózás, mérés. De az a lényeg, hogy nagyon-nagyon jelen volt már ez a CCD technika akkoriban a Meteorban. És hát akiket hirtelen találtam neveket, akik abban az időszakban rengeteget fotóztak már ilyen amatőr fejlesztésű CCD kamerákkal, mert ilyenek is voltak például a Cookbook kamerák. Hát Fűrész Gábor, Berko Ernő, Sárneczi Krisztián, Gyenizse Péter, Lázár József, Pap István, Beringer Pál, Kereszti Zsolt, Horváth Tibor, Tuboly Vince, és biztos, hogy voltak még sokan. Tőlük szeretnék egy pár képet megmutatni akkoriban. Ugye az M13 gömbhalmaz, ha jól emlékszem, Berko Ernőtől, Amacam kamerával. Talán ez is Ernőtől van ez a fotó, de ez lehet, hogy Horváth Tiboréktól, nem tudom pontosan. Ez egy sasköt fotó, szintén Amacammal, Horváth Tibor és Tuboly Vincétől. Üstökös fotó, Gyenizse Pétertől. Szintén Gyenizse Pétertől felvételek. Hát nem akarok ezeken sokat időzni, csak úgy nagyjából megmutatni, hogy a 90-es évek második felében, végén mi volt a CCD-s mérce igazából is színvonal. És azért szeretném megemlíteni a 99-es Supernova felfedezését Ernőnek, ami azért egy óriási nagy eredmény volt akkoriban. Szóval látjátok, hogy ezek a CCD fotók ugye egyrészt nem fekete-fehérek voltak mind,
feldolgozás, képfeldolgozásilag nagyon gyerekcipőben járt még az egész, és azok az amatőrök, akik igazából nagyon szép képeket szerettek volna alkotni, tehát nem az észlelés, hanem a megörökítés és gyönyörködtetés volt a céljuk, tehát az volt a céljuk, azoknak nem látszódott igazából ez a perspektíva, ez a CCD-s abban az időszakban még. Meg hát a másik, ugye itt ez azt hiszem Gyenizse Péternek a felszerelése, hát ki kellett vinni ugye a számítógépet a észlelő placra. 220, ugye nem volt olyankor laptop, meg ilyesmi, és hát lehet, hogy volt, de hát nyilván megfizethetetlen kategória volt még. És hát ez elég körülményes volt a CCD kamerák üzemeltetése így, ebben a formában. Ezért Éder Iván és a többi, hát igazából a többi asztrofotós, mondjuk Szitkai Gábor és Rózsika, Sári Pali, Lázár Józsi, stb. Sokan, akik Ágasvárra jártunk a sötét égbolt alá, úgy éreztük, hogy igazából nincs itt még az amatőr CCD-k beszerzésének az ideje, hiszen nem nyújtott perspektívát, legalábbis számomra nem. És azért továbbfejlesztettük a filmes fotózást, többen vásároltunk 6x7-es fényképezőgépet, és a távcsöveinket ebbe az irányba fejlesztettük. Mit tudom én, hiperszenzibilizált filmeket kezdtünk el használni, és elkezdtük szkennelni, ugye megjelentek a filmszkennerek, elkezdtük szkennelni a diákat, negatívokat, és feldolgozni a filmes fotókat. Ugye ez már a 2000-es évek, mit tudom én, 2002, 2003, 2004, ilyenek. Ez egy rákköt fotó Szitkai Gábortól, M13 Szitkai Gábortól, szintén Gábortól a M33. Itt az M35 és az NGC2158 párosa, nem tudom kitől lehet, hogy talán ez Rózsikától van. Ez a talán a makkolc üstökös volt, ez is Rózsikától. Ez ugyanaz az üstökös tőlem, 6x7-esre a fias tyúkkal együtt. Gamma Cygni régió, szintén 6x7-es filmre. Ezek durván ilyen egyórás expozíciók egyébként. És még azt kell hozzátenni, hogy ebben az időszakban a CCD kamerákat, akik azzal fotóztak, nem, azt hiszem, hogy egyáltalán nem vezették, mert ugye nagyon rövid 20-30 másodperces integrációs időkkel fotóztak. A filmet ugye nem lehetett ilyen röviden exponálni, és vezetni kellett a fotókat. Hát nyilván szálkeresztes okulárral, Rózsika-féle pókháló szálkeresztes okulárral vezettünk, és hát az azért más korszak volt, mint manapság. Tehát nagyjából ez volt a színvonal, egyébként ezek a képek fenn vannak a honlapon, most csak végig pörgettem őket. Ezek már 2005-ös fotók, tehát itt már igazából elindult a DSLR vonal elég erősen, amiről mindjárt beszélek. Ez a Simei 147, az egyik legnehezebb projektem talán a 6x7-es diával. Meglepetésemre hát látszottak ezek a halvány piros foszlányok rajta. Még azóta se fotóztam, úgyhogy nem tudom, hogy DSLR-re mennyivel lenne könnyebb lefotózni, de hát valószínűleg azért könnyebben, még jobban, szebben látszódna. És van itt két érdekes fotó. Ez Gábornak a maratoni fotózása az M51-re és az M81-82-re, majd a következő képen látszik. Ezeket beszkenneltük és leátlagoltuk itt a fotókat, és próbáltuk a határmagnitudót és a háttérgalaxisokat, a halvány spirálkarokat, az élességét javítani a fotóknak. És hát, hogy is van? 520 perc expozíció ez a kép. Provia 400-ra, 6 felvételnek az átlaga. Ez a következő. Ja, és a Gábor úgy hívta, hogy ugye ez a deep field, tehát ez egy annyira deep field fotó, M81-82, itt már látszik a Homberg 9 galaxis,
ez csak 473 perc expozíció és 5 képnek az átlaga. És 2005 tavaszán készült mind a két fotó. Erre a Gábor, és akkor én is, hát nagyon büszkék voltunk, hiszen filmre ilyet nem nagyon csináltunk akkoriban. Legalábbis Magyarországon nem csinált senki ilyet. Azért még visszalépek egy kicsit, és csak említésszerűen meg mondom, hogy ebben az időszakban, vagy egy kicsit korábban, például volt egy amerikai asztrofotós, a Chuck Woon úgy hívják, aki fekete-fehér negatívokra fotózott, technical panra fotózott, és szűrte a képeket RGB szűrőkkel, 3 órát lőtt egy-egy képre, és utána ezeket beszkennelte és összerakta. Tehát gyakorlatilag úgy, mint egy CCD kamerát, egy RGB szűrőkkel lőtt 3 fekete-fehér képet, beszkennelte őket, összerakta, és nagyon-nagyon szép képeket csinált bele, de hát én nem is tudom, hogy ezeket a képeket mikor találtam. Lehet, hogy akkoriban még nem ismertem, de ezt nem tudom. De azokat majd talán az előadás után megmutatom, mert nincsenek itt. Azok nagyon-nagyon szépek, és abban az időszakban messze a legjobb filmes fotók voltak. És akkor egyszer csak jöttek a tükörreflexes gépekkel az asztrofotók. 2002-ben Johannes Schedler volt, aki egy grácia amatőr csillagász. Az ő első képei először D60-assal, EOS D60-assal, majd talán egy 10D-vel készültek. És ezek voltak azok, amiket én először láttam, és azt mondtam, hogy hűha, hogy lehet, hogy ebben tényleg van valami komoly potenciál a DSLR-ekben. Emlékszünk, hogy a Sasködnek az Amakammal készült fotója, Horváth Tibor Tugoly Vincén mennyire hát egészen más volt, tehát ehhez képest összesen lehet hasonlítani a két képet, ez sokkal-sokkal jobb. Nyilván nem azért, mert a kamera jobb vagy rosszabb, hanem a képfeldolgozás vagy, nem is tudom miért, de ezekre azt mondtuk, hogy hú, ezek már nagyon szépek, és ezek már úgy azt mondom, hogy itt már van potenciál a filmes fotózáshoz képest elérhető áron. És aztán 2005-ben, kicsit kilóg a látómezőből az írás, tehát 2005-ben is igazából magyarok is elkezdtek DSLR-re fotózni, Braskó Sándor és Répási Tamás. Braskó Sanyitól sajnos nem találtam fotót, viszont Répási Tamás honlapjáról találtam még ezekből a korai időszakokból egy-kettőt. Például ez a Kalifornia köd felvétel 2005-ből, illetve ez az Orion köd fotó szintén 2005-ből. És aztán korai 2006-os fotók, ezek a Gamma Cygni környéke, buborék köd, szívködnek, hát ez a, nem is tudom, egyik oldali régiója. És aztán egy nagyon-nagyon szép Orion köd. Azt hiszem, hogy ez abból az időszakból elég látványosnak minősíthető. De hozzá kell tennem, hogy ami rám nagyon nagy hatással volt, ez a Howard Edin nevezetű amerikai amatőr csillagász, asztrofotós, aki egy átalakított 350D-vel kezdett fényképezni, szintén úgy, mint Répási Tamás. De nagyon-nagyon szépek voltak a képei, tehát szépen volt feldolgozva, színesek voltak a csillagok, nem volt zajos, nagyon részletesek voltak, nem voltak túlhúzva, tehát tényleg ízlésesen, ahogy azt igazából azt hiszem, hogy sokan képviseljük ezt az irányt a mai napig. És számomra ezek voltak azok a képek 2005-ben, amik megindítottak, hogy húha, itt lehet, hogy majd idővel nem is olyan későn váltani fogok ebbe az irányba, mert ez azért lényegesen jobbnak tűnik, mint a filmes fotózás. És hát ugye van egy standard kérdés, hogy miért Canon, hiszen a Nikon is ugye elkezdett gyártani hasonló kaliberű kamerákat.
biztos ismeritek egyébként a történetet, hát a D70-nek a nyers formátuma, képformátuma az nem volt igazán nyers. Használtak egy ilyen medián, vagy nem tudom milyen zajszűrést a nyers képeken is, és ezzel letörölték a halvány csillagokat a képekről. Hát ez a különbség igazából a sima nyers képek és a mód 3-as módszerrel készült nyers képek között. Ugye a mód 3-as módszert az volt, hogy amikor be kellett kapcsolni a hosszú expozíciós zajszűrést a fényképezőgépen, és az azt jelenti, hogy mondjuk 5 percet exponálok az objektumra, utána 5 percet készíti a sötét képet. És miközben ő készítette, elkezdte a sötét képet csinálni, és miközben ő készítette a sötét képet, ki kellett kapcsolni a fényképezőgépet. Egy ilyen óriási nagy lekapcsot kellett neki csinálni, és akkor ő hirtelen elmentette azt a képet, ami benne volt a pufferébe, és az még az igazi RAW kép volt. És ezek, és az igazi meg a nem igazi RAW kép között ilyen különbség volt. Tehát aki Nikonnal akart fotózni, annak kapcsolgatni kellett a fényképezőgépet minden expo után, hogy rendes nyers képeket mentsen le. Ez látszott a sötét képben is, hogy egy dark az így nézett ki a Nikonnal, és így nézett ki az EOS-szal. Hát látszik, hogy itt ezek a hotpixelek, ezek ilyen furán rendeződve látszanak, ezek nem véletlenszerűen vannak elrendezve. Itt is valami manipuláció van benne, ami nyilván azt jelenti, hogy a kalibrálás hát a sötét kép levonás az nem volt jó ezekkel a gépekkel. Azért ennek ellenére voltak néhányan, akik jó képeket készítettek a Nikonokkal is. De elenyésző volt, úgyhogy ezért indult el igazából az a Canonos vonal akkoriban. De ugye a Canonokkal is voltak ilyen problémák, amiket lehet, hogy kevesen tudtak akkoriban, hogy ugye a hosszú expón a sötét áram, a sötét zaj az nagyon eltért egy-egy képtípuson belül is. Tehát lehet, hogy az egyik gép az nagyon zajtalan volt, a másik meg nagyon zajos. Látszanak ezek a különbségek, ezek egy kicsit egyébként fel vannak skálázva, hogy jobban látszódjanak. És ugye a kiolvasási zajban is voltak különbségek, amik hát itt ezen a képen nem nagyon látszottak. Na, és akkor hát elkezdtünk fotózni. Sokan tükörreflexes gépekkel, én is vásároltam egy EOS 350D-t egészen pontosan 2006 tavaszán, aminek az volt a története, hogy ugye 2006 márciusában volt ez a napfogyatkozás Törökországban, ezt csak gyorsan elmondom, és ugye én zenélek, és hívtak egy németországi haknira, ahol 120.000 forintot kerestem egy hét alatt, ami akkoriban nagyon nagy pénz volt, nekem pláne, és körülbelül a törökországi útnak is ez volt a költsége, és akkor volt két választási lehetőségem volt, vagy elmegyek Törökországba, és elköltök 120.000 forintot körülbelül, vagy kihagyom a napfogyatkozást, elmegyek a németországi haknira, és keresek 120.000 forintot. És én az utóbbit választottam, melynek konklúzió az lett, hogy annyira begurultam, hogy azt a 120.000 forintot úgy döntöm, hogy elköltöm, és veszek egy 350D-t, ami 180.000 forintba került, vagy 190-be, és elkezdtem vele fotózni. És hát az legelső fotók, azok, na összehasonlítom a legelső fotókat, most az M51-et raktam ide ki, nem, ez Rózsikának a 100x1000-es refraktorával készült, nyilván filmre. Ez Éder Iván 130-as TMB-jével készült diára. Ez Szitkai Gábor 155-ös Starfire-jével készült, ez a Deep Field-es expozíció, azt hiszem, kinagyítva M51-ről. Ugye itt 1400 mm a fókusz. És aztán Éder Iván nem sokkal később csinálta 350D-vel és a rövid 780 mm-es fókusszal talán 5 óra expozícióval dobogó körül egy ilyen M51-et, és hát irdatlan különbség van, és emlékszem, hogy ezek a különbségek, ezek akkoriban ez nekem nem esett le, tehát amikor én megvásároltam azt a gépet, a 350D-t, akkor fogalma nem volt, hogy igazából
ennyire óriási nagy lesz a különbség. Ugye ez is azt hiszem, hogy ez az én fotóm abból a korszakból, még a filmes időszak végéről, ez pedig a DSLR legelejéről. Ugye még kézi vezetés volt. Ez szintén Szitkai Gábor fotója, 1400-as fókusz az M13-ról, ez pedig fele akkora fókusz az M13-ról 350D-vel. Hogy hívják? Sejem gubóköd, kinagyított változata a TMB-vel, és ugyanazzal a műszerrel pár évvel később a 350D-vel. Tehát azért itt részleteiben nézzük a képeket, az irdatlan nagy különbség van. Ez egy óriási nagy ugrás volt akkor, amire én sem számítottam. De hát ez az ugrás az együtt járt azzal, hogy a látómező ugye egy 6x7-es negatívnak vagy diának ilyen óriási látómezője volt, és ugyanezzel a távcsővel egy 350D az APS-C szenzorral csak ekkora látómezőt adott. De amit egy picit sajnáltunk, meg hát amikor még ugye megjelentek ezek a fényképezőgépek, és mondtuk, hogy a 6x7-esnek mekkora látómezője van, és mennyi minden objektum belefér egyszerre, akkor próbáltunk ezzel érvelni, hogy miért nem veszünk mi fényképező vagy tükörreflexes gépet, digitális gépet még. Tehát aztán beláttuk, hogy ekkora különbségek vannak köztük részletességben, hogy azért ez nem volt rossz húzás azok részéről, akik már korábban bevállalták. Hát új problémák jöttek, ugye, a képfeldolgozás, ami azt hiszem, hogy mai napig a kezdőknek a legnagyobb problémája, ebbe be lehet tanulni. Ehhez nagy segítséget nyújtott Lázár József, az alias Lazac által, talán ez egy fordított, egy Iris doksit megcsinált, és ez publikussá tette, ez a bevezetés az Iris képfeldolgozó szoftver használatába. Ugye ez nekem is nagyon nagy problémát okozott akkoriban, pedig én már ugye a Photoshopot használgattam, hiszen szkenneltük a diákat, negatívokat, és átlagoltuk a képeket, tehát ezeket a lépéseket ismertem, de a kalibráció részét nem, tehát a pontos sötétképkivonást, flettelést, és ugye a RAW képek kibontását, ezeket nem tudtuk, nem ismertük, és én azt hiszem, hogy ebben a Lazac által publikált Iris doksi volt az a mérföldkő, amit mindenképpen meg kell említenem most. És szerintem nagyon sokat köszönhetünk neki mindannyian mai napig is. Hiszen ugye az Iris-szel nagyon szépen lehetett kalibrálni, a Deep Sky Stacker is elérhető volt akkor már, sőt az Images Plus, és talán voltak még más szoftverek is. Azonban ezekkel nem voltak egészen jók a kalibrációk, hiszen ezek ezt az Amplifier Glow-t, ezt a erősítőnek a befénylését és ezeket a vízszintes csíkozódásokat, ezeket nem szedte ki a nyers képekből, és hogy igazán mély képeket, mély, tehát jó határmagnitúdú jó képeket szeretünk volna csinálni, akkor ez nélkülözhetetlen volt ehhez, mármint a pontos kalibráció, és ebben az Iris nagyon sokat segített. Aztán, hát nyilván a fényképezőgépeket át kellett alakítani, ugye ez is egy kardinális probléma volt akkoriban, ugye ki kellett benne cserélni ezt az alul áteresztő szűrőt, ez egy ilyen zöldes színű szűrő, amelyik a hidrogén alfa hullámhoz gyakorlatilag ilyen 20%-os áteresztésben tudta csak átereszteni, és hát nyilván megölve ezzel a lényeget. Ugye a filmekben is mindig azt kerestük, amelyik vörös érzékeny, amelyik jól látja ezeket a vörös ködöket, hát nyilván szerettük volna a fényképezőgépnél is ezt. És hát elindult ez az átalakításos dolog, elindultak ezek az interneten felelhető ilyen segédanyagok, és hát egyre többen vállalkoztunk a fényképezőgépek átalakítására házilag. Hát itt van az, hogy a gyári szűrőnek a karakterisztikája és a kicserélt Bader szűrő karakterisztikája között mi a különbség. Hát nem kell ecsetelnem.
Aztán buháráltuk a fényképezőgépet, például én beleépítettem hőmérsékleti, ilyen hőszenzor, termisztort, hogy lehessen mérni a szenzornak a hőmérsékletét. Ugye ráragasztottam a szenzor hátoldalára egy ilyen kis érzékelőt, rákötöttem a jack-es, vagy nem is tudom, a videó kimenetre, és akkor egy ilyen autós hőmérővel tudtam mérni azt, hogy most akkor éppen milyen meleg a szenzor. Mert ugye a szenzor az melegedett, és ahhoz, hogy pontos sötét képeket tudjunk levonni, tudni kellett az, hogy milyen a hőmérséklet a szenzornak. Akkor még nem ismertük ezt, hogy esetleg vannak olyan programok, lehet, hogy akkor nem is voltak még, hogy ki lehetett olvasni talán akkor azokban a RAW fájlokban nem is volt benne, ugye Gábor? A 450D-ben van benne először? Igen, az már egy későbbi történet, igen. Tehát, na mindegy, elindult egy ilyen buherálási irány, egy ilyen fejlesztési irány, és hát nyilván ugye ezeket a gépeket, hogyha elkezdtük hűteni, vagy hát hideg időben sokkal kevésbé zajos képeket adtak, hát nyilván voltak coolboxok, meg mindenféle ilyen hűtött kamerákat kezdtek el csinálni az amatőr csillagászok. Be van katéterezve rendesen. Hát aztán is a gyártók is ráálltak, hogy ilyen gépeket csináljanak gyárilag. Azt hiszem, ez a Central DS-nek a 40D-je, azt hiszem, hogy van itt Magyarországon is ilyen. És ez is egy tükörreflexes fényképezőgép. Ez egy 600D, bármennyire is hihetetlen, én se hittem el. Szóval ilyenek is születtek. Aztán 2007-ben, nekem legalábbis 2007-ben vált valóra az, hogy teljes legyen a lista, és teljes legyen a... Tehát így igazán összeálljon a rendszer, mégpedig az AutoGuider, az Expo vezérlő és a bolygatásnak a megoldása. Ebben a kofferben valósult meg számomra. 2005-ben talán még, vagy 6-ban. 2005 nyarán vettem a Hegedűs Tibortól egy vadi új Esbig ST4-est 125 ezer forintért, ami nagyon jó árnak számított akkor, hát most már így fogom a fejemet, hogy úristen, ez 10 évvel ezelőtt milyen pénz volt, és én adtam ezért a kütyűért akkor ennyit. De hát ez volt az egyetlen egy megoldás, mivel a standalone autoguiderekből nem létezett más, csak drágább verzió, ugye volt az újabb fajtája ennek az Esbignek a, már nem tudom, az STV úgy hívták, igen. De hát egy csomó mindent nem tudott, és akkor Perger Gézával fejlesztettünk, vagy hát ő fejlesztette, vagy ő csinálta meg ezt a bolygatót, és összekötöttük az AutoGuidert az Expo vezérlővel és a bolygatással, és tudta azt, hogy amikor az Expo megállt, akkor a vezetés is megállt, utána bolygatott a bolygató, és elindult a vezetés, és utána elindult az Expo, és ez be volt drótozva, igazából ki volt nyitva a doboz az AutoGuidernek, és be volt drótozva az egész, és ezt én azt mondom, hogy nagyon boldog voltam, hogy ezt meg tudtuk csinálni. De volt egy másik irány, ugye a számítógépes irány, amit már talán korábban is elkezdtek az amatőrök fejleszteni, mondjuk webcammal vezetni a fotókat, ami lehetett egészen egyszerű módon, hogy nem a szálkeresztes okulárba bambultak, hanem a webkamera képét nézték a monitoron, rajzoltak oda egy szálkeresztet, és akkor rajta volt a csillag, és akkor ha elment, akkor ott nyomták a vezérlőt. Ennek nem az okulárba kellett nézni, hanem a laptop képernyőjére. Ez volt egy egyszerű megoldás, de van, aki megoldotta azt, hogy valós autoguiderezésről volt szó. És hát meg kellett oldani az Expo vezérlést is, azt is sokan laptopról oldották meg, különféle elektronikai kütyük gyártásával vagy beszerzésével. És ez a bolygatás, ez mi volt? Ez annyira, talán ma már alapfoglalomnak számít, de azért gyorsan elmondom. Tehát az volt a probléma, hogy a hibás pixelek, ezek a hot pixelek, hogyha minden képen pont ugyanott vannak, akkor az összegzett, az leátlagolt képen is marad egy kis nyom, hiszen a darkolás az nem tökéletes. És a pontotlan sötét kép kivonás miatt. És hogyha ezeket az expókat ugye elmozgatjuk egy picit egymáshoz képest, akkor utána az illesztett képen a
hotpixelek azok igazából minden, minden hotpixel máshova fog esni, és a csillagok fognak egyre esni, és igazából kiátlagolódnak a maradék hibák, szenzor hibák. Itt látszik az, hogy hogy van bolygatva a fotó. Itt látszanak a hotpixelek a képen. Ezek nem darkolt fotók, de látszik, hogy mindenképpen azért ott van ugyanaz a mintázat. És ezt a Géza által fejlesztett T-boly, vagy távcső bolygató, ez ki tudta szedni. Jó neve volt, nem? És hát igazából én 2007-re értem el azt, hogy volt egy álomfelszerelésem, ami ebből állt, hogy volt egy apokromát, egy nagyon fényerős apokromát, F/6-os fényerővel, nem revetni, egy óriási korrigált látómező, ami 6x7-esre volt korrigálva, de hát ugye csak APS-C-t használtam már belőle. Nem kókat, volt egy átalakított EOS, egy bordás szíjas EQ6, egy standalone autoguider, ami tudott bolygatni is, meg export vezérelni. És gyakorlatilag baromi jó volt az egész, egy bizonyos szintig. És most jön a fejlődés korszaka. Hát ugye közben fejlesztették a fényképezőgépeket, egyre több pixelünk lett, egyre jobbak lettek a mikrolencsék a pixeleken, és ugye annak ellenére, hogy a pixelek többek lettek, ugye kisebbek is lettek, kisebb lett a fényérzékelő felület, legalábbis a pixelnek a mérete, viszont ahogy fejlesztették a mikrolencséket és az elektronikát, ez igazából nem jelentett hátralépést, nem gyűjtött kevesebb fényt, és nem volt rosszabb a jelzaj arány, mint korábban. Húzott, mi azt hittük, hogy ezek biztos, hogy rosszabbak lesznek, de nem. Azért egyre jobbak lettek az elektronikák és a fényképezőgépek és a képminőség. Illetve megszüntették azt az Amplifier Glow-t, ezt a hogy hívják ezt? Igen, a kiolvasás. Hát mindenki tudja, hogy mi ez a kiolvasásnak a infratartományban történő bevilágítását. És ugye megjelentek az élőképes kamerák, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen azért a fókuszáláshoz azért elengedhetetlen volt. Most hát nem volt elengedhetetlen, de meg lehetett oldani a fókuszát, és jóval pontosabban és gyakrabban tudtunk fókuszálni. Ugye előtte hogyan fókuszáltunk? Parfokális okulárral. Mindig le kellett venni a fényképezőgépet, helyére betenni egy toldatot, amiben volt egy rövid fókuszú okulár, legalábbis én így csináltam, és azzal be lehetett állítani a fókuszírozónak a pontos helyét, majd vissza a fényképezőgépet, és akkor mehettek az expók. De ez nem volt azért annyira pontos, mert elállíthatott a toldat, és egyéb hibák is lehettek. Szóval az élő kép az egy nagy segítség volt. Amihez aztán később megjelentek a Bakhtinov maszkok, ami aztán még nagyobb segítséget jelentett. De ugye a Lacerta, most hát a Tobler Zoli fejlesztett egy autoguidert, akkor még nem volt Lacerta, ami gyakorlatilag ez az óriási doboz, amiről az előbb itt papoltam, ezt ő belerakta egy egészen picike kis autoguiderbe, és egy új korszak vette kezdetét a vezetés terén, hiszen a kamera az nagyon érzékeny volt, nagyon kompakt volt, egyszerű volt a kezelése, és ehhez a nagy kofferhez képest is, és önmagában véve is nagyon keveset fogyasztott, hiszen ennek, mit tudom én, maximum 100 milliamperes fogyasztása van körülbelül, még ez több mint 1 ampert fogyasztott. És mondjuk Ágasváron a télen a hidegben azért nem volt mindegy, hogy 1 ampert teszik egy autoguider, vagy csak 100 milliampert, vagy 80-at. És az sem volt mindegy, hogy mekkora kereső távcsövet, vagy vezető távcsövet használunk, hiszen ehhez az új autoguiderhez elég volt egészen picike kis kereső is, hiszen szubpixeles algoritmussal centroidra tudod vezetni, és nagyon pontosan. És ez ugye, jól mondom, Zoli, hogy ez 2009-ben
Akkor már első szériás, tehát a szériában gyártott modell is megjelent, ugye? Igen. Akkor voltak az első szériák. És a maga a, ez a 0 szériás, ez mikor jelent meg? Vagy mikor? Hát az 2000... A 0 szériás 2009 elején volt. Elején, ugye januárban. És akkor nyár végére készültem. Aha. Szériában. Aha. Szóval ez... Na, ez mai napig is mondom, és Zoli egyébként azóta is fejleszti ezt a kütyüt, és egyre jobb és jobb, de a lényeget azt az első szériás modellek már tudták. Egyébként nekem még azóta az első szériából van egy példány, ami azóta is használom, és hibátlanul működik, és szuper jó. Érdemes beszélni a távcsövekről is egy kicsit, hiszen ezek a fényképezőgépek ugye nem hűtött kamerák, tehát olyan nagyon hosszút nem lehetett velük exponálni, viszont most egy kicsit belezavarodtam. Tehát az a lényeg, hogy volt egy probléma. Méghozzá a probléma az volt, hogy a CCD kamerákkal abban az időszakban elkezdtek nagyon szép sötétködöket fényképezni. Ez a korábbi időszakban nem volt jellemző, és hát nyilván, hogy összeállt egy ilyen felszerelés, hogy autoguider és minden egyéb hasznos kellék, akkor a bátrabbak elkezdték lefotózni ezeket, legalábbis én nekiálltam, és csináltam egy, hát mondjuk ilyen ködökről van szó, ez csak illusztrációként raktam be, és csináltam a Bika csillagképben, a Taurusban valami sötét ködről egy 4 vagy 5 órás sorozatot egyszer télen, és hát ilyen nagy reményekkel futottam neki. És hát nyilván már eleve a nyersképen nem látszódott semmi, és az összeátlagolt és feldolgozott végső képen sem túl sok, nem sokkal több. És ez egy akkora nagy trauma volt nekem, hogy én beleöltem télen órákat ágasban, végre derült volt, hát ugye akkor is probléma volt az, hogy talán nem annyira, mint mostanában, de már akkor is kincs volt télen a derült idő, és hát gyakorlatilag semmi. Az eredmény az egy nagy nulla volt. Ott volt a köd, ott volt a minden, de hát irdatlan zajos volt, és hát körülbelül 10-szer annyit kellett volna exponálni, hogy azt mondom, hogy akkor itt már valami olyan alakulni kezd, amire én számítottam volna 5 órával. Sajnos azt a képet nem tudom megmutatni, mert szerintem kitöröltem nem is olyan régen. Nem találtam meg. De ugye mi volt a probléma? Hát rendszeresen zajos volt, és ugye a sok kép leátlagolásával ezt a zajt ezt lehet csökkenteni, vagy egészen minimálisra tenni. És hát körülbelül az 5 órás expozíció az így nézett ki, rajta a sötétköd. Rengeteg idő és energia ment bele, és gyakorlatilag nulla volt az eredmény. És akkor kezdtem el én agyalni azon, hogy hát valami ugye ezen változtatni kéne. És kitaláltam azt, hogy ha nem 13 centis távcsővel fényképezek, hanem egy nagyobb távcsővel, mondjuk egy 30 centis newtonnal, és egy full frame-es fényképezőgépet teszek rá, akkor az APS-C helyett, akkor ugyanaz lesz a látószögem. Ja, és hát ugye egy fényerős, ugye ez egy F/4-es távcsőről van szó, itt meg egy F/6-osról van szó. Tehát a látómező fizikailag gyakorlatilag ugyanaz, ugyanazt az égterületet látom, de nem 13 centis távcső, hanem 30 centis távcső gyűjti arra a látómezőre a fényt. És ez több mint 4-szeres fénygyűjtést jelent egyébként, ugye a 13 meg a 30 centi közti különbség, még akkor is, hogyha beleszámítom a tükrös távcsőnek a fényhasznosításából eredő veszteségeket, meg a központi kitakarás által vesztett fényt. És ugye az 5D Mark II akkoriban jelent meg, talán 2000, hát én nem is tudom, 2008-ban jelent meg, vagy 2008 őszén, ha jól emlékszem. És 2009 tavaszán megléptem és megvettem az 5D Mark II-t, hiszen nagyon-nagyon, körülbelül 2-szeres
jelző aránykülönbséget jelentett a 350D-hez képest. És akkor most jön a lényeg, ez a Mark Arian láncból az egyik galaxis páros, az NGC 4438, ez egy 10 perces nyers fotó a 350D-vel, ami egy kicsit ki van húzva és jó zajos látszik. Ez pedig egy 10 percnyi, tehát két darab felvételnek az átlaga, az 5D Mark II-vel és a 300-as távcsővel. És itt látszik, hogy a két kép között jelzaj arányban nagyon nagy különbség van. Én kiszámoltam, és igazából, sőt, ki is próbáltam, és hát 8-szor annyi expozíciós idővel lehet elérni ugyanazt a jelzaj arányt a 350D-vel plusz a 13 centis apóval, mint a 30 centis távcső az 5D Mark II-vel. Tehát itt igazából egy 8-szoros, tehát 8-szor gyorsabb és fényerősebb rendszert kaptam ezáltal. Magyarul, hogyha azt az 5 órát, amit arra az objektumra számoltam, amire elpocsékoltam 5 órát, az elértem volna 8-ad idő alatt, és 5 óra alatt mondjuk 8-szor jobb jelzaj arányt kapok, vagy úgy is lehet lefordítani, hogy mondjuk nem 5 órát kellett volna exponálnom rá, hanem 5-ször 8, 40 óra alatt. Tehát igazából itt nagyon sokat nyertem. Tehát ezzel az ugrással én 5 óra alatt már 40 órányi korábbi távcsöves időt spóroltam magamnak. És hát ennek meg lett az eredménye, hiszen például az Iris ködről, amit 3 órás expozícióval csináltam 2006-7 környékén, talán 6 őszén, azt 220 perccel, tehát gyakorlatilag 3,5 órával ilyen különbséget tudtam elérni igazából. Aztán szintén 3 óra az M8182-re, és ez is 220 perc, 2009-ből talán, vagy 10 tavaszt, nem, talán 9-ből, az M8 ugyanerre a galaxis párosra, és itt már előjöttek a fluxusködök. Tehát ez a 8-szoros különbség, ez irdatlan nagyon sokat számított abban az időben. Itt van váltogatva. Aztán hozzáteszem, hogy ebből a képből készült egy 25 órás változat is, amit hogyha még mondjuk 350D-vel és a 130-as apóval szerettem volna megcsinálni, akkor a 25 órát szorozzuk be 8-al, akkor az 200 órának felel meg, ugye? Az, hát nincs egy élet is kevés talán arra, hogy ezt... Hát nem egy évben, nem is tudom, hát ez írtatlan. Tehát ez magyarországi égre, ez elképzelhetetlen feladatnak tűnik számomra, még most is. Úgyhogy a távcsövek fejlődésében ilyen jelentős különbségeket tudtunk elérni, és hát nem, nyilván nem csak én, hanem nagyon sok más amatőr csillagász párhuzamosan velem. Ez az M106 2006-ból, ugye ez az egyik, ugye az egyik legelső fotóm, ez innen készült Csobánka mellől talán, azt hiszem 20x5 perces felvétellel 2006 tavaszán, és 2011-ben pedig, hát ugye 25 perc az, mennyi az, még nincs is 2 óra, ez meg egy durván 4-5 órás felvétel, tehát azért kicsit csalok, mert nem ugyanannyi az expozíciós idő, viszont a különbség az drámai. Ez a kép részletek ugyanebből a képből, hogy a 350D-s, TMB-s 2 órás fotó és az 5 órás 300-as. Milyen hirdatlan különbséget mutat. Hát igazából a különbség csak annyi, hogy még a korábbi fotó azt mondtuk, hogy fú, de szép, de úgy igazán semmi különös. Itt meg azt mondjuk, hogy úha, itt van valami. Tehát elkezdett élni a fotó ezeken a képeken. De hát nem hiába, hiszen egy darab 5 perces fotóval ilyet lehetett csinálni a lófejködről.
Ez csak egy sima egy darab 5 perc, nincs is kalibrálva, ez azt hiszem, hogy át van konvertálva a nyerskép csak simán tiffre, kicsit ki van vágva, kontrasztosítva van és ennyi. Szintén egy darab 5 perces kép, ugye ez az NGC6888 az ARA csillagképben, ez már 2010-es Namíbiából, ez is egy darab 5 perces fotó. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős potenciál volt, és van is ezekben a fényerős távcsövekben és az EOS-okban. Aztán időközben természetesen a képfeldolgozásban is fejlődtünk. Ugye a szoftverek is fejlődtek, és új szoftverek is jöttek. Tehát a Deep Sky Stackerrel például az említett, korábban említett ilyen amplifier glow, meg ilyen kalibrációs problémákat időközben megoldották, szintúgy az Images Plus-ban, és egész jó szoftverek lettek. Aztán bejött a PixInsight, amelyik egy egészen szédületes szoftver csomagot kínál már, és hát én nem ismerem igazából, csak azt látom, hogy aki ezzel dolgozik és ismeri, nagyon-nagyon szép és nagyon jó fotókat tud csinálni. Bejött a Nebulosity és egyéb házi szoftverek, például Tóth Gábor vagy Toble Zoli is új vagy saját szoftverrel dolgozik, legalábbis ami a kalibrációt illeti. És hát a képfeldolgozási rutinunk is fejlődött, tehát nagyon sokat tanultunk egymástól részben. Például ilyen apró különbségek lettek. Ezt most csak itt szemléltetésként mutatom meg, hogy igazából a köd és a csillagok aránya azért egész más egy ilyen fotó, mint egy ilyen. És ezt mondjuk az első időszakban nem tudtuk. És hát az egésznek van egy következménye. Tulajdonképpen ha az embernek a kezében van egy ilyen hatékony rendszer, távcső, fényképezőgép, akkor már értelmét nyeri az, hogy ezt bevesse olyan helyeken is, ahol nagyon szép dolgokat lehet csinálni. És elindultak az expozíciók 2010-ben, ugye lementünk Namíbiába először, és nagyon-nagyon-nagyon szép képekkel és ütős képekkel jöttünk haza. Ez hát két hét alatt, nem egész két hét alatt, ilyen 10-12 nap éjszakányi fotózás alatt én 30-35 nagyon szép fotót készítettem. És hát ugye jártak már korábban, tehát 2000-es évek elején is Namíbiában, például Kereszti Zsolt, meg Szabó Gábor, Beretka Imi és a többi, ezek a, tehát ők. De a fényképezés akkoriban ugye még ők is filmre fotóztak, és nem volt annyira látványos az eredmény, és olyan sok mindent nem tudtak lefotózni. Nem volt olyan hatékony és gyors rendszerük. És ugye hát a felszerelésnek kompaktnak kellett lennie, tehát ez a 20 centis távcső még éppen az a kategória, amit le lehet vinni, amit el lehet vinni repülőn. Ugye nem kellett vezető távcsövet vinni, hála a Zoli féle autoguidernek, elég volt a keresővel vezetni, és már hát ugye a képfeldolgozásban is nagy tapasztalatunk volt, és ugye a rövid expo idők alatt pedig nagyon jó eredményt lehetett elérni, és ezáltal a végeredmény, és ezáltal egy vállalható mennyiség, egy rendes mennyiséget tudtunk produkálni 10-12 nap alatt. Hát csak megmutattam Namíbiát, hogy ugye ez Európa fényszennyezés térképe, ez pedig Dél-Afrika fényszennyezés térképe. Ugye itt van a Hakos Farm, ahova mi mentünk, meg mi járunk. Persze lehet máshová is menni, hiszen azért itt van elég nagy területet találni, ahol nincs fény. Azt hiszem, hogy a 2002-ben a Zsolték valahol itt voltak itt ezen a részen, vagy talán ezen a részen, itt Dél-Afrikának, így a Namíbia határhoz közelebb eső részén. Úgyhogy hát így már érdemes volt elutazni, hogy minden működött, minden jól működött, és rengeteg szép fotót tudtunk csinálni. Photoshop.
oda van rajzol, az NGC 891, csak óriás távcsővel. Aztán... Hát csak érdemes összehasonlítani az ottani eget az ittenivel, és hát fordítva az ottani eget az ittenivel, ugye Ágasváról és Namíbiából ugyanaz az objektum, igazából egy év különbséggel, tehát ilyen felbontásbeli különbségeket mutat. Pedig Ágasváron nagyon jó volt akkor az égbolt, amikor ezt csináltam. És ez a lagunaköd, ez a fotó, ugye ez egy nyers kocka, tehát látszik, hogy az itt nem kellett sok mindent előkaparni a háttérből, hogy láthatóvá váljanak a ködfoszlányok. Tehát ez a fotó, ez 18 darab 2,5 perces expóval készült, az mennyi? 36, hát ilyen 45 perc körül van. Tehát 3-4 óra expozíció, ennyi. És ilyen baromi jó az eredmény. Nyilván ez a étakarinaköd, a nyers és a feldolgozott változata, nyilván itt az objektumok is nagyon fényesek, természetesen, de azért mutatja a nem csak az égboltnak, de a távcsőnek is a fényképezőgépeknek a hatásfokát is ez az egész. Minden együtt összegyúrva ez ilyen hatékony rendszert eredményezett. És akkor a végére szeretnék egy pár gondolatot mondani. Ugye, hát összefoglalóként, hogy milyen eredmények születtek így az elmúlt 10 évben. Hát ugye láttuk a képeket, hogy milyen minőségi javuláson mentek keresztül, legalábbis a filmes korszakhoz képest mindenképpen, de hát ugye az első DSLR-es fotókhoz képest is oltári nagy, irdatlan nagy a különbség. Ugye, ami részben a fényképezőgépeknek, részben pedig a képfeldolgozási rutinnak és a távcsöveknek is, hát az egész tudásunknak köszönhető. Aztán, ez egy nagy eredmény szerintem. Nagyon nagy eredmény az, hogy az asztrofotózás egyre népszerűbb Magyarországon. Egyre többen vagyunk, akik fotózunk, ezt Francsis Laci tudja talán a legjobban, hogy az utóbbi években hogyan emelkedik az aktív asztrofotósok száma. De nyilván ez is köszönhető a DSLR gépeknek, hiszen amikor még nem volt kiforrott a technika, filmes gépekkel szenvedtünk, nem volt olyan egyszerű az egészet elkezdeni, nagyon tehát nehéz dolgunk volt. Na. És most a DSLR gépekkel, hogyha nem is úgy használjuk őket, mint most igazából a legelvetemültebb asztrofotósok, de akár egy 30 másodperces képpel is jobbat lehet csinálni, vagy egy 3 perces képpel is jobbat lehet csinálni, mint 10-15 évvel ezelőtt filmre. És ez nagyon nagy dolog, és hát nyilván sok embernek a kedvét meghozza ez, hogy kicsi befektetéssel már látványos képeket lehet csinálni, legalábbis az ő szintjükhöz képest. Aztán, hát ugye mindenféle publikációk, APOD megjelenések, versenyeredmények születtek itt az elmúlt 10 évben, vagy talán annyiban nem is, de ebben is lemérhető az, hogy a digitális tükörreflexes gépek mennyire hozzájárultak a sikerünkhöz. És hát nyilván a déli eges és egyéb expedíciókról van szó. Ugye hát azóta, egyébként 2010 óta 5 darab déli eges expedíció volt. És hát nyilván mindenki DSLR-re fotózott, nem fotózott senki CCD kamerával. És hát nyilván ez sem születhetett volna meg, hogyha nincsenek tükörreflexes gépek, DSLR-ek. És hát voltak ezek az expedíciók közül, ugye a Francsis Laciék voltak Görögországban, a Péterrel, Gáborékkal, aztán volt horvátországi expedíció, volt szlovéniai rövid expedíció, ha úgy tudom, sőt, talán Romániában is, Erdélyben is voltak. Szóval úgy egyre hatékonyabbak vagyunk, én úgy érzem. És ez mindenképpen a részben a kameráknak a
és a rendszereknek a hatékonyságára és előnyére írható. És hát mit hoz a jövő? Ugye mindig volt kérdés, hogy DSLR vagy CCD. Most úgy gondolom, hogy a DSLR-nek mindig meg lesz a saját előnyük, hiszen hát tudjuk egyszerű használni, utazásra, kitelepülésre sokkal praktikusabb, mint egy CCD kamera, még akkor is, hogyha talán nem éri el azt a minőséget, amit a CCD-vel lehet csinálni, de igazából akkora különbség nincs köztük, mint amennyivel macerásabb a CCD-t használni, és amennyivel drágább a CCD kamera. Igazából a potenciált azt is mutatja, hogy ma, tehát 2015. február 10-én mutatták be az első Nikon tükörreflexes gépet, amelyik asztrofotózásra van optimalizálva, ugye ez a D810A jelű. Ugye a Canon 2005-ben lépte meg először ezt, ugye a 20D-vel, miután 7 évig hallgatott, és 2012. áprilisában hozta a következőt, az EOS 60D-t, amelyik ugye ezek a hát az infraszűrő benne más karakterisztikájú volt, és hát majdnem 100%-ban átereszti a hidrogén alfa hullámhozt, ami a 70-80%-ban. És hát egyébként 2005 után nem gondoltuk azt, hogy a Canon az még egyszer kidobja ezt az asztrofotós változatát. 2012-ben nagyon meglepődtünk, hiszen itt hosszú évekig hallgatás volt. És hát igazából az volt a híre, hogy ez nem igazán érte meg a Canonnak, hiszen nem olyan nagyon jól fogyott a sorozat, inkább az ilyen házi buherállások átalakított gépek mentek nagyon, tehát mindenki azokat használta, mert azért azok egy picit jobbak voltak. De azért kijött 2012-ben a 60D-val, mire most 2015-ben pedig a Nikon is beszállt ebben a üzleti ágba, ebbe a bizniszbe, ezzel a 810D-val. Egyébként ez a Nikon elég drága, azt hiszem $3,800 az induló ára, úgyhogy nem tudom, mennyire lesz népszerű, de valószínűleg tartom, hogy ebbe a kezdő amatőr kategóriába ez nem fog, tehát nem azt a réteget fogja érinteni, inkább a profi fotósokat és a sajtósokat találni, inkább, nem tudom, meglátjuk. Ez nagyon friss hír egyébként, mai. Úgyhogy és hát ugye nem beszéltem arról, hogy az elején szerettem volna elmondani, hogy ezek a DSLR gépek nyilván nem csak mély objektumok fotózására használható, hanem lehet holdat, bolygókat is fotózni, hiszen az újabb modellek tudnak videót is rögzíteni, sőt lehet asztrotájképeket is készíteni velük, timelapse-eket, meg mindenféléket, és hát nagyon sok oldalú kamerákról van szó, de hát ugye én, mint megrögzött mélyeges, nem is tudtam másra koncentrálni, csak a mélyeg objektumokra, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet, talán nem húztam olyan nagyon el az előadást. Nem? Nem volt 3 óra, Attila. Befejeztem. És ha bárkinek van kérdése, vagy hozzászólni valója, mert biztos sok mindent kihagytam, hogy mit lehetett volna még elmondani, érdekességet, akkor nyugodtan mondjátok. Elkezdtem még az előadás előtt körbeadni egy albumot, vagy hát kettőt. Van még? Az egyik, az a vékonyabbik album, abban a nagyon, a korai, az én első filmes fotóim vannak, hát hogyha látjátok, még annál is sokkal rosszabbak, mint amit a legelején mutogattam, hát látszik, hogy mi miért fejlődtünk igazából itt 10-15 év alatt. Úgyhogy valakinek kérdése, hozzászólni valója? Ki az, akinek nincs DSLR gépe? Hát nem sok, de azért van. Szarember. Ki az, aki nem használt még soha
DSLR gépet. Na, ez már kevesebb. Az úgy kellett volna felvenni. De. Egyszer volt a kezemben. Na, hát akkor. Mire használ? Tehát verekedésre is lehet használni, vagy? A Barta egyszer verekedett egy zenittel. Kicsoda? Barta. Barta. Tényleg? Helyen, nem, ő mesélt. Jósa főn összeverekedtek a helyi erőt, és fegyver volt a paritja. Az alkalmaz is volt. De nem hiszem el. Na. Szeretném megkérdezni, hogy előtt jó három évvel, vagy még csak talán már, a Taljáni táborba te előadtál egy ismertetőt erről az Iriszről, két kidolgozásról jól jön. Az újabbakról nem kellene esetleg még egyet tartani? De. Ugye jó, hát én nem mondom, hogy csináljad, de kérdezik. Ez az enyhe célzás volt? Ez már találkozott. Ez már olyan régi, hogy már azok az nem aktuálisak, attól már sokkal jobbak vannak, mások vannak. És, hát igazából az alapja, az, én úgy vesztem észre, hogy az alapja a képfeldolgozásnak nem változott. Tehát az, hogy pontosan kell kalibrálni a képeket, pontosan kell illeszteni, átlagolni, leszedni a smütyit róla, a grádienst, a nem tudom mit. Tehát ezeket akkor megmutattam, ezek azóta is én is ezt használom. Most az Iris helyett az Images Plus-t használom, egy kicsit más, de az alapja, a lényege az teljesen ugyanez. Itt igazából ami azóta változott, az én saját képfeldolgozásomban is, az a finomság. Az, hogy ami nagyon fontos, hogy meg kell látni azt a képeken, hogy mi a probléma. Az egy nagyon nehéz dolog. Hogy látni az irányt, hogy most akkor ezzel a képpel mi a baj? Tetszik, nem tetszik? Én csak azt tudom sokszor, hogy ránézek és nem igazán tetszik. És nem látom, hogy mi a probléma. És akkor félre kell rakni, kicsit elrakni, előveszítem, és akkor megjön a hoppá, hát itt az a baj, hogy mit tudom én, a képszerkesztés nem jó, túl sok a csillag, nem él a köd, nagyon sok dolog van, mert ugye itt szép képeket gyártunk, és ugye ahhoz, hogy a kép gyönyörködtessen, hát vannak bizonyos szabályok, amiknek teljesülnie kell, vagy valaminek benne kell lennie a kép. És ezt sokszor nem tudjuk. És én azt látom, hogy kezdő, vagy kevésbé kezdő, már haladó asztrofotósok sokszor nem érzik azt, vagy nem tudják azt, hogy mitől lesz egy kép ilyen tehát mitől lesz benne az a plusz. És ez nem az Irisen, vagy a Images Pluson, vagy a nem tudom mi múlik, hanem ez már rengeteg gyakorlás, és igazából meglátás, vagy nem is tudom, tehát majd fogok egy hónap múlva előadást tartani Linzbe erről, azt majd lehet, hogy itt is elmondom, de nem tudom, mert még egy sort nem készültem rá, úgyhogy majd arról tartok egy előadást, jó? És szóval ez olyan joci, hogy ezt nem lehet így papíron lefektetni, most ezt a görbét ide kell csúsztatni, vagy oda kell csúsztatni, vagy ezt a szerszámot kell használni, vagy azt, és akkor ettől jó lesz a kép. Mert minden kép egy kicsit mást igényel, sőt, nagyon mást is igényelhet. Mindig más a probléma, és nekem is rengeteg olyan képen van, amiben beletörött a bicskám, valamiért nem tetszik, nem foglalkoztam vele eleget, nem készültem rá eleget, ugye mondjuk amikor lefotóztam, nem volt jó a témaválasztásom, nem volt jó a kompozíció, nem volt jó az expozíció, valamit elrontom, és egyszerűen nem olyan a végeredmény. Vagy a feldolgozást rontom el, és nem látom, hogy mi a probléma. Ezeket sok gyakorlással és érzékkel meg lehet látni, és akkor úgy az segít a legtöbbet, én úgy vettem észre. De egyébként, amit te mondtál, nyilván ilyen képfeldolgozós előadásokat lehetne majd tartani, és ugye megy ez az asztrofotós sorozat, itt havonta egyszer, ami elég szépen beindult, és hát majd ott biztos, hogy lesznek olyan alkalmak, amikor majd én is tudok segíteni nektek egy kicsit. A helyzet, elnézést nem akarom tovább, mert itt biztosan lesz még sok kérdés, csak itt sokan
közöttünk, én tudom, hogy úgy vannak, hogy tudnak társulni, együtt vannak, meg tudnak beszélni dolgokat, stb. Én borzasztóan kirekesztett vagyok ott Csepelen. Tehát nem tudok senkivel megbeszélni semmit, a feleségem nem ért hozzá, a fiam nem ért. Úgyhogy egyelőre csak te hozzá tudok fordulni, te meg már biztosan halálra unod azt, hogy én folyamatos kérdéseket teszek föl. Ezért nem tennék föl kérdéseket, hanem szépen mondom, és én lejegyzetelem, vagy megjegyzem, és akkor így egyszerű nekem. Bocs, nem akartam. Költözi át a déli pályára. Na például. Csak abban megyünk. Ott van a kapcsolat, ott mellett. Hallgott a rosszkor. Hát ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy jó, te egyedül érzed magad ott Csepelen, de ez régen sem volt másképp, mert ugye az internet, ami elárasztotta minket is, ugye annak van rossz hatása, de van jó hatása is, és ez a jó hatások közé tartozik, hogy ugye a fórumokon az emberek tudnak kommunikálni problémákról, és elég aktívan, ugye a képgalériákban szerintem ezért erről szó van, és onnan sok információt lehet kapni a többiektől egy-egy problémára, nyilván nem előadás formájában, de ilyen segítség formájában. És ezt azért javaslom neked is, hogy mostanában ez a divat, vagy nem tudom, ez az irány, jó vagy nem jó, de mindenképpen azért összességében szerintem hasznos és pozitív, hogyha ebből a szemszögből nézzük. De nehéz volt annak idején, tehát 2005-2006-ban ugye nem volt mi mentén elindulni. Most már annyi mindent lehet találni az interneten, mert ugye a fórumokon annyi segítséget kap az ember, hogy elég, azt látom, hogy a kezdők is olyan nagyon hirtelen jönnek, és hirtelen viszonylag rövid idő alatt nagyon szép eredményeket elérnek. Annak idején nagyon meg kellett küzdeni minden egyes információért, és nagyon sokat kellett magunknak tökölni a képfeldolgozással, hogy előrébb lépjünk. Mennyi idő munka van egy ilyen jól sikerült labormunkában számítógépet? Hát mondj, mekkora az arány az expozíciós idő, illetve a számítógépképen töltött feldolgozási idő? Tízszeres szó? Hát erről Francis Laci tudna mesélni szerintem. Ha már neked vannak ilyen robottávcsöves, ilyen minimál expos robottávcsöves képeid, amikkel hónapokat. Az a baj, annak vannak olyan külön macerái, amik amúgy a délsőnél nincsenek. Hát de évekig ülök rajtuk. Hát sok. Képe válogatja. Hát van olyan kép, amit az ember eltalál, és akkor az úgy elkapod a jó irányt, elkapod az egészet, és nem olyan problémás, nem olyan fényes, vagy nem olyan halvány az objektum, akkor mit tudom én, 2-3 óra alatt is már úgy nagyon szépet lehet alkotni. De hát voltak olyan fotók, amik nem tudom, nem merem megmérni, hogy mennyi, amiket úgy, mit tudom én, dolgozok vele, mint a 4-5 órát, és akkor nem jó, akkor előveszed másnap, dolgozol vele 2-t, még mindig nem jó. Előveszed egy hét múlva, megint dolgozol vele 2-t, még mindig nem jó. Elrakod egy hónapra, elrakod 3 hónapra, foglalkozol vele megint, és akkor úgy tehát olyan rögösen, de úgy lehet vele kicsit haladni, és akkor egyszer csak jön valami, hogy akkor fú, hát hogy itt nem is az a baj, hanem az a baj, és akkor visszalépsz, megint a lépcső aljára, és akkor onnan, mit tudom én, egy viszonylag rövid út alatt tudsz egy nagyon szépet csinálni. De mindenképpnek más a problémája. De szerintem az expozíciós idő az a töredéke annak, amit az ember egy szép kép feldolgozásával tölt. Tehát ez úgy működik, hogy feldolgozás közben az egyes lépcsőfokokat is megőrzöd. Én meg, igen. És nagyjából mennyi, így aztán elszabadul a pokol is. Gyakorlatilag minden egyes műveletnél mentesz, és általában akkor kezdővel szaporodnak a képek ugyanarról az expóról, tehát különféle feldolgozási útvonalak, hogy lehet ez karbantartani, mert egyáltalán kezelni. Ez így van. Hát sehogy. Tehát ezt én is szeretném tudni, ezt hogy lehet karban tartani, vagy kordában tartani. Nem mentek minden egyes görbehúzást. Hány részeredményt tárolsz el egy képet? Hát mit tudom én. Nem. Hát úgy 10 azért össze szokott jönni mindenképpen.
de lehet, hogy 20. És akkor ezek ilyen, olyan, ezek nem TIFF-ek, hanem ezek általában PSD-k, és akkor van, amelyik csak ilyen, mit tudom én, 50-100 megabájt, de vannak olyan PSD-k, amik, mit tudom én, egy fájl az, mit tudom én, 8-900, vagy akár 1 gigabájt is lehet. Tehát 800-900 megabájt is, igen, 1 gigabájt is lehet akár egy ilyen layeres PSD. Egyébként a layerekkel érdemes adjustment layerekkel dolgozni, mert akkor azokban utólag is bele lehet nyúkálni, tehát hogy ott valamit húztál, és akkor ott fölötte valami más csinálsz, és akkor azt utána vissza lehet csinálni, tehát ott finomítani lehet. Nem tudom, hogy ismered-e ezeket. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor elmented, akkor nem a feldolgozás utáni állapotot menti el, hanem egy közbűső állapotot és a műveletek paraméterei, magyarul. Igen. Így van. Mert ekkor tudsz visszalépni. Így van. És akkor mikor, nem tívbe menti el, hanem a Photoshopnak a saját. Mikor megnyitod, akkor tulajdonképpen lejátsza ezeket a műveleteket, és jeleníti meg. Nem, ő elmenti azt a képet, ami azokkal a műveletekkel született. Csak elmenti ő a nyers képet is, és amikor te ott húzol egy kicsit változtatsz valamit, akkor ő újból kiszámolja szerintem a sorozatot. Valami ilyesmi lehet, nem? Tehát ő elmenti a nyerset is, mert a műveletes képet azt te meg tudod nézni, tehát a PSD képet meg tudod nézni egy hagyományos képnézegetővel is. Igaz, hogy eléggé nyög alattam, mondjuk egy ilyen 1 gigabájtos fájlon, de viszonylag azért meg tudja mutatni. Tehát én szerintem elmenti magát a képet is. Hát ugyanúgy, mint egy RAW kép, ami igazából nyers, de megmutatja a szoftver is azonnal, hogy az hogy néz ki, hogy néz neki, hogyha... Igen. Van-e amatőr csillagászati viszonylatban amatőr távcsövekhez olyan szoftver, amely tegyük egy mozgó objektumot, egy üstökös tud követni vakon, tehát a saját mozgását adjuk neki a két koordináta szerint, pedig a refrakció nincs, vagy itt programozható, tehát olyan szoftver, ami kereskedelemben mozgó objektumokkal, nem csillagkövetés, nem pótkövetés, nem napkövetés, hanem tetszőleges mozgás objektumot tud a távcső vezérléssel összekötve követni, vezetés nélkül. Hát szerintem van. Biztos, hogy van, de nem tudom, hogy melyik az, mert én sosem használtam. Mindegyik képes erre. És az ASCO platform alatt is meg lehet, maximum is. Igen. Egy kis bolygó követés, vagy? Például az én kézi vezérlőm, az Inostar, az is tud kis bolygókat, és lehet, hogy kis bolygó követést is tud. Nem tudom, de sose használtam igazából. De utána kell járni egy kicsit a neten, de nem. Van egyébként az ASCO platformon van, és van a Yahoo-nak valamilyen csoportja. Még a Sarka jelente meg fogja tudni, mert én gyártottam hozzá ilyen elektronikát, hogy csak én elfelejtettem, hogy levette biztos, hogy jön. Van egy érdekes kérdésem, ugye én a kockás mérnöki agyammal, ugye többen mondták meg barátaim, feleségem is, hogy nekem digitális agyam, ugye egyesek és nullát látok magam előtt. Ugye a többi barátunkkal is beszélget, akik szintén ilyen mérnök szerzemények. Ugye valójában valahol te művészember vagy, ugye, tehát a zenélés folytán van benned egy művészi látás, úgymond. A képeid úgymond zenélnek, tehát mondhatjuk, hogy tényleg élnek. De hogy látod ezt? Tehát tényleg segít ez a művészi látás, hogy meglátni egy képen a lehetőséget, vagy érzed magadban ugyanazt azt a lobogást, mondjuk, amikor ilyen képet szabályozol, vagy állítasz, mint mondjuk, amikor a színpadon zenélsz. Tehát segít ez valamit a művészi látás? Nem tudom, mert én olyan vagyok, amilyen. Tehát én nem tudok nem ilyen lenni. Én úgy látom, ahogy tudod, ahogy mindig látom, de azt tudom, hogy a szépet szeretem, de hát azt általában mindig úgy vagyunk vele, hogy hát ha lehet, hogy asztrofotóban nem is szeretjük a szépet, de talán itt azért többség azért szereti, de úgy hát szeretjük a szépet, nem? Hát ha nem asztrofotóban, akkor autóba, vagy nőbe, vagy férfiba. Nagyon, ez a szépség. Az a szépség, nem csak a csillagászok
vagy azután érdeklődők számára van jelentősége, nagyon sokan szeretik. Tehát itt nem érdekel a csillagászat, de meglátnak ilyen képeket, és utána kedvet kapnak hozzá. Uh-huh. Elkezdik nézegetni a csillagászi dolgokat. Igen, és ez a jó igazából. Ez nagyon jó. Tehát, igen. Hát ez olyan dolog, mint hogy sok ember meglátja Mona Lisa mosolyába azt a csodálatot, azt a utolérhetetlen mosolyt. Én egy középkorú vénasszony, vagy öreg lánynak a vigyorát látom, hogy szóval nem mindenki azonos módon. Nem mindenki azonos módon reagálja. Nem vagy művészi látáshoz, nem van bőve. Nem így. Hát igen, de én azt tudom, hogy azért, tehát engem biztos ismertek, tudjátok, hogy rengeteg olyan asztrofotón van, amelyik készen van, és senki nem látta még, vagy csak nagyon kevesen. Tehát én nekem az a csúcs, amikor elkészítem, megjelenik a monitoron, és azt érzem, hogy tetszik. És az úgy gyönyörködte, tehát nekem az a teteje a fotó, én ezért csinálom. Aztán ilyenkor, mint amikor egy jó zenét játszom, vagy hallgatok, és akkor borsodzik a hátam, és akkor benne vagyok. Hát az is egy ilyen, hát nem csak lelki, hanem fizikai élmény is, azt hiszem testi is egy kicsit, hogy az ember beleborzong. Ez jó dolog. Kompozíció létrehozásában van valamit kéne fejlődni, és mint például volt a festészetben, hogy mit tudom, ilyen stílus, olyan stílus, ilyen meglátásmód, olyan meglátásmód. Tehát például egy nagyon attraktív és, mondjuk mondjam már, élményszerűen látszó objektumot most egy középre teszel, vagy inkább kicsit félre, hogy más is látszom, hogy egyetlen a kompozíció meglátásában, és mi a segítség? Csak olyan, hogy éppen, hogy tetszik, vagy nem tetszik? Például hát, a Leo triót, hogy helyezed el, mit teszel középre teszed el? Egyáltalán mi az, ami megúszabja az, hogy mi lesz egy kép, vagy mi az, ami nem. Hát erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Érdemes, hát igazából fejlődés vagy változás nincsen. Nyilván alakulna, változik az ember is, kinek mi tetszik, meg hogyan gondolkodik. De a kompozíciós szabályok, azok én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5-10 évben nem igazán változtak. Tehát érdemes venni egy könyvet, vagy az interneten utána nézni. Nagyon-nagyon komoly hát szabályok vannak, és rengeteg féle út van, ami jó lehet. Tehát most, hogy Leo triplettet, azt lehet így is rakni, lehet átlósan keresztbe, tehát igazából rengetegféle megoldás van, ugyanúgy, ahogy a képfeldolgozás is olyan, hogy az is nagyon szubjektív, hogy nem lehet megmondani, hogy mikor jó és mikor nem jó, azt lehet mondani, hogy ha te csinálsz valamit, és sok embernek tetszik, és azt mondják, hogy hűha, és legközelebb is rákattintanak, akkor lehet, hogy valami jót csináltál. Érted? Tehát ezt mi a zenében úgy szoktuk, hogyha ugye itt is az van, hogy van egy kotta, le van írva az, hogy mi ez a darab, de az, hogy de két egyforma előadás nincsen. Az, hogy és hogyan kell jól előadni, mondjuk egy Bachot, vagy egy Mozartot, vagy egy Stravinskyt, nincs meghatározva. Tehát nagyon sokféle, tehát ez rendkívül összetett. Vannak bizonyos szabályok, amik mentén lehet haladni, és vannak bizonyos eszközök, amiket az ember tud használni egy ilyen előadáshoz, vagy mint egy ilyen fotó elkészítéséhez, hogy kompozíciós szabályok, vagy elvek, vagy irányok, amiket be lehet építeni esetleg, vagy alkalmazni lehet, de nem lehet ezt így meghatározni, hogy mit, hogyan, mert ezer millió dolog összefügg. És egyébként én sem vagyok annyira profi ebben, hogy most így
Úgy érezem, hogy... Exakt megoldás. Nincs. De hát ez is olyan, hogy igazából, nem tudom, a Laci mondta, vagy ki, valaki kérdezte tőle a múltkor, hogy hát kétszer nem tudok ugyanúgy feldolgozni egy fotót. Tehát az biztos, hogy Gábor volt, igen, most már beugrott én. Szóval nekiáll az ember, elindul valamerre, csinálgatja, és akkor amerre tetszik, vagy amerre gondolja, abba az irányba megy. És akkor legközelebb megint elindulna, lehet, hogy valami hasonlót tudna csinálni az ember, de egyrészt lehet, hogy másik alkalommal már másképp gondolja. És az is lehet, hogy, és sőt biztos, hogy még ha nem is gondolja másképp, akkor sem tudja ugyanazt megcsinálni. Ugyanúgy, ahogy egy zenész leül, és nem tudja kétszer ugyanúgy eljátszani azt a darabot. Vagy ahogy az ember, mit tudom én, karmesterek, Solti György idős korára az összes partitúráját kiradírozta, ugye a híres karmester volt, az összes partitúráját kiradírozta, és mert mindegyikbe bele volt írva az, hogy akkor itt ez van, itt az van, ezt így szoktam csinálni, úgy szoktam csinálni, és kiradírozta az összeset, vagy nem, új partitúrákat vett, teljesen szüzeket, és úgy állt hozzá, hogy akkor most ezt a darabot, ezt most én most egészen másképp gondolom, másképp érzem, ne zavarjanak a régi bejegyzéseim, hanem ahogy változott, idősödött, érett a gondolata, másképp gondolta ezt a darabot, és másképp is dirigálta. Ez is úgy van, hogy amit 5 évvel ezelőtt fotóztam, meg feldolgoztam, ma már lehet, hogy másképp csinálnám, sőt, biztos, hogy másképp csinálnám. Ez a változás, ez egyénenként mindenkiben benne van, ebben biztos vagyok. Mégis csak válaszolod el a kérdésem, hogy a zene és a posztrofizmus összefüggés van-e valahol? Hát ezek összefüggnének, azt hiszem. Hát valamilyen szintet mind a kettő. Talán a zene jobban, de ez is egy kicsit. Talán. Csaj. Van-e kedvenc képet? Van-e kedvenc objektumot, ami a tényleg a szíved kicsit? Na, nagyon sokat szeretem. Én erre sose tudok válaszolni. Mi a kedvenc? Tessé? Rófinci. Hát igen, de... De úgy érde, a többi objektummal kicsit tiszteletlenségnek érezni, hogyha kijelenteném, hogy az ott az a kedvenc. És akkor a többi min, az nem? Ők le vannak tojva? Hát, nem, azért ez nem olyan egyszerű. Egyébként szerintem a zene és az astrofotózás között Éder Ivánnal a kapcsolat. Tehát, az ő személye benekasodik össze, hogyha mérnök lenne, akkor a mérnökség és az astrofotózás között lenne a kapcsolat. Antilla, hol volt az, ahol a hentes tanámkor meg... A disznó. Polbász és a... Valahol volt, ahol valaki csinált egy barzsitúrát, ami változócsinak a fénygörbéjéből lehet ját valami orgonám vagy zongorám, mert nem is emlékszem, volt valamilyen darab egyszer talán Baján, egy banakaton, vagy... Igen, az egy orgonista, az nem is. Nem egy Herschel darab volt inkább? Volt egy ilyen művészkedés is. Hát az elég borzasztó volt, tehát inkább... Kolázról is szokott ilyenekre foglalkozni. Lehet egy meg úgy a hozzászólásom, hogy el lett hallgatva valami, tehát pont 10 év telt el ugye a 350 megjelenése óta, és az a dolog, hogy a CCD újjáéled, egyre inkább, és bizonyos értelemben hanyat lép a DSLR. Én ezt látom. Erről neked mi a véleményed, Iván? Erről szándékosan nem akartam beszélni. Én szándékosan megkérdeztem. Jól tetted. Én úgy gondolom, hogy ez most egy ilyen korszak, tehát én nem érzem azt, hogy hanyatlan a DSLR, mert szándékosan az utolsó előtti dián, vagy az utolsó dián ott mondtam, hogy igazából ugyanúgy benne van a DSLR-ben a potenciál, csak egyszerűen megvannak a határai. És a CCD-nek egy picit kijebb vannak a határai, úgy gondolom, és én ebben a korszakban, tehát talán ha nem is értem el egészen a DSLR-nek a határai, de eléggé közel, és én úgy éreztem 2 évvel ezelőtt, hogy itt az idő, hogy váltsak a CCD-re, nem volt egy egyszerű döntés, bevallom őszintén, és más világ, sokkal macerásabb, sokkal több szívás van vele, még több, mint a DSLR-rel, de számomra egy új kihívás. És hát lehet, hogy többen vagyunk itt a Magyarországon ebben a közösségben,
akik ugyanezt érzik, hogy elérték a határt, és akkor most váltanának egy kicsit kijebb szeretnék tolni, vagy új élményekre vágynak, vagy nem tudom. De ettől még szerintem a DSLR az nem lesz kevésbé népszerű, vagy nem is tudom. Csak hát nálunk itt a hát egyszerűen bejön valami komolyabb dolog, na. Itt a lehet azt mondani, hogy asztrofotós elitben, vagy nem akarom magunkat elitnek nevezni, csak hát nem tudom, hogy mondjam másképp. Hát. Egyébként külföldön, mert igaz, eddig nem volt, én úgy éreztem, hogy eddig engem teljes mértékig a DSLR kielégített. Tehát láttam benne lehetőséget, irányt, potenciált, új dolgokat tudtam csinálni, és ez két évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy a CCD-t kikacsingottam, hogy az is érdekel, azt is megpróbálnám szívesen. De egyébként ma is megvan a DSLR, és Namibiában most tavaly használtam is, de hát kevesebbet. A CCD-t az többet. De ez nem jelenti azt, hogy rosszabbak lettek, vagy kevésbé jókat lehet csinálni, mint mondjuk pár évvel ezelőtt. De anyagilag nagyobb befektetés egy CCD kamera, az tény. És hát most én is lehet, hogy most vagyok olyan anyagi helyzetben, hogy meg tudom engedni magamnak, hogy vegyek egy ilyen kamerát. Meg nem tudom, tehát ez Magyarország. Ez külföldön egész más a helyzet. Ott bemegy a boltba a kezdő asztrofotós, és vesz egy szettet egy RC-vel, egy nagy mechanikával, komoly CCD-vel, és ott hagy, mit tudom én, 10 000 eurót minimum, vagy 20-at, egy kezdő. És nem tudja használni. Hát Namibiában is hány ilyet láttam, hogy lemegy, ugye? Csukó. Minden évben volt. Egyébként idén is volt, és ezt elmondom, hogy az első, egy fickó, egy nagyon aranyos egyébként, nagyon aranyos ilyen középkorú srác lement, és hát mi nevettünk rajta nagyon, mert hát 3 napig azt csinálta, hogy ő most az autoguiderrel vezetőcsillagot keres. Ez volt a program. És igazából 3 nap után megtalálta a vezetőcsillagot, mert már nem tudom, nem találta a fókuszt, vagy nem, valami volt, de hát ugye ekkora távcsővel fotózott, kupola alól, meg minden, és hát egy képe sem sikerült, vagy amik voltak, azok ilyen kicsit bemozdultak, mert ugye nem tudott vezetni. És mivel fényképezett, tehát egy EOS 6D-ben, ami nem volt átalakítva, és azzal lőtt a legfényesebbeket ilyen 1-2 perces expóval, amik már szintén egy kicsit bemozdult, de volt 1-2 között, ami nem mozdult be, mert ugye az autoguidert azt nem tudta belőni. És ő úgy tervezte, hogy 1 hét az a projekt, amíg ő erre felkészül és megtalálja, és már boldog volt, mert 3 nap után megtalálta az autó a vezető csillagot, vagy a pozíciót, az éles pozíciót, és már tudott 1-2 képet lőni. És akkor kiderült, hogy igazából már nagyon régen fotózik, megvannak a számítógépén a nyers képek, de még soha nem dolgozta fel. És most már tervezi, hogy most már elkezdi feldolgozni őket. Tehát a pólusállásra mondott valamelyik, hogy hívják el, hogy elkohatna fönt a teraszon. Ott valaki adlak díj belőle. Az is volt, pólusállás is. Hát amikor emlékszem, 2010-ben mi odaértünk Namibiába, délután 3-kor kezdtük el felállítani a távcsöveket, 5-re kész volt minden, bementünk vacsorázni, és akkor emlékszem, hogy nekem az abszem benne volt a seggembe, hogy én már este fotózni akarok, és fejezzük már be, és akkor kérdezték, hogy miért, hát nem, már fotózni akarsz? Hát mondtam, hogy persze. Hát de hát pólusra kell állni meg minden. Hát jó, de hát mi ahhoz voltunk hozzászokva, hogy belenézzünk a pólus távcsővel, pólusra állunk, 2 perc, vagy 5 perc, mondjuk a déli jégen 5, és akkor utána ugyanúgy megy tovább, vagy indul az élet, mint ahogy itt Ágasváron. Ők nem, ők napokig pólusra álltak, tehát az volt a fixen felállított távcsővel, mert ugye ami kicsit elmozdult, akkor ők rájavítottak Scheinerrel, meg rájavítottak erről, meg akkor nem működött a CCD kamera, nem működött a szoftver, újra kellett telepíteni, nem tudom, tehát irdatlan nagy tökölés volt, és azt láttuk, hogy nagyon kevesen vannak, akik úgy flottul tudják használni, és értenek hozzá, és
nem olyan felszerelést használtak, mint mi. Kiröhögték a mi távcsőrünket, emlékszel, hogy mit keres ott az a kis Skywatcher Newton, a kis 350D-vel? Hát ha, hát az jó, és akkor ők mentek a nagy kupolába, mert minden, és akkor pólusra álltak egy hétig. Tehát, és akkor ők a nagy emberek. Na volt olyan csóka is, aki Németországba eljött, a Chilében telepített autóval a tárcsővel, és lejött Namibiába, és honnét irányította. jó ég, ahol csak tényleg volt, ugye. Vagy megakadt szabadulni az asszonytól, irgalmatlanul lehetett. És akkor volt egy réteg, akik rendszeresen járnak, azoknak már kicsit úgy flottabbul megy a pólusra állás, meg a vezetés, és akkor mindig megkérdezzük, hogy hát, hogy mit fotóztak éppen az előző éjszaka, és akkor mindig van, hogy hát, hogy most M51-et lőttem, meg Leo triplettet lőttem, meg M87-et, néha étakarina, meg nem tudom mi, és akkor volt olyan is, aki ott kérdezte tőlem, hát, hogy igazából, hát, hogy azt a párat már megtalálta, hogy Omega Centauri, meg étakarina, meg nem tudom is, hogy akkor mondjak még valamit, hát, hogy mit lehet még egy fotózni. És hát olyan ég van, amit ez írtatlan. És egyszerűen fáj az embernek az, hogy ennyire... igen, hát most azt akartam mondani, hogy sületlenek, de nem igazából, hát nekik más a... Mi fölmegyünk Ágasvárra, úgyhogy tapasztaltak vagyunk, de mikor nem vagyunk tapasztaltak, akkor mit tudom, kiruccanunk a kert végébe, és ott szívunk a távcső, és próbálkozunk. Ő meg lemegy Namíbiába, és ott próbálgatja, tehát... meg a 60 centis dobzonnal Szaturnuszt fotózott. Úgyhogy oda tartotta így a fényképezőgépet, így, az okulárba, de dobzonnal, óragép nélkül. Lehetne másról beszélni, mert ez most már fáj. Ugye? Tehát miközben új hold van, és leszakad az ég. És akkor elmegy 10-kor lefekszik, mert 6-kor már sötét van, és akkor 9-10-kor elmennek lefeküdni, és ugye rácuppantunk a dobzonra, mert hogy ott volt egész éjszaka, és már éjszakákon keresztül ott volt, este 10 után hajnalig, semmi nem volt. És akkor elkezdtük használni a társadalmat, és hajnalba kijött a fickó, mert felkelt, hogy Jupitert fotózzon. Hajnalba. Tehát nem azért, hogy most megnézzem valami hiper-szuper déli objektumot, hogy felkelt Jupitert fotózni. Tehát más az ő gondolkodásuk erről. Tehát oda lemennek a nagyon kezdők is, mert azt látják, hogy ott járnak le, van pénzük, tényleg jó az ég, de nem ismerik a csillagképeket, nem tudják, hogy mit lehet csinálni. Hát más a színvonal. Na, azt látom. Persze tisztelet a kivételnek, mert vannak a nagyon profik is egyébként. Morzsázi a diszkrépája, volt egy ilyen film. Igen. Van egy technikai jellegű kérdés, a mérnök agyamat nem hagyja nyugodni. Ez a megfogalmazás, hogy ugye DSLR meg CCD. Ezek szerint a DSLR-ben nem CCD van? CMOS. Na de várjál! Nem mindegy, kivéve amelyikben CCD van. Hát most már az újabbakban mindben CMOS van. A legutolsó CCD chippel szerelt DSLR-es adat a Fujinak volt, ugye az S2-S3-S5 Pro. Azóta gyakorlatilag egyedülalkodó a CMOS, a gyártás technológia miatt. Ugye már nincsenek banakatok, úgyhogy nem lehet a banakaton mindig ilyen szenzoros előadásokat tartani, de gyakorlatilag a gyártás technológia az annyira a CMOS technológia irányába vitte, ugye a számítógép memória modulok gyártása, hogy gyakorlatilag a CCD gyártás technológia az elhalt, maradt a Ferenc-Ifik szenzornak a szintjén. Egyébként most már a profi csillagvigyaló időzében CCD kamerái is CMOS chipek, ezek a scientific CMOS chipek, tehát a világ nagyon-nagyon változott. A CCD chipeket gyártotta annak idején, hogy a Kodak céget mindenki is emlékszik a Kodak chipek, amit te is mondtad ezt a testi a chipet. Ugye mit szólt a Kodak, olyan Kodak bedobta a fölközőt és tönkrement az előtt 2 évvel. Tehát a CCD gyártó részlege az működik, megvette a Marconit, továbbra is Kodak chipként gyártják őket, de gyakorlatilag a piacnak a elenyésző több százaléka többet, mint CMOS áramkört. Ugye én ebben a szakmában dolgozom, tehát a CMOS alkotóságát ezt nem lehet már megkönni, tehát soha nem jön vissza a CCD korszaka. Lesznek még egy ideig, amíg el nem érik a CMOS áramkörök a CCD mai
előnyét, aztán majd meg is haladják, hiszen 10-100-szor annyi pénz folyik a fejlesztésre, mint a tétjéből. Ez az irány, ez nyilván lehet halni. Nem lesznek rosszabbak a szenzorok, sokkal rosszabb, jobbak lesznek, csak más rendszeren fognak működni. De ebből te nem veszel észre semmit. Ezt már hallottam tőled. Igen, de Tamás, itt igazából a nagy különbség, tehát nem magából az abból adódik, hogy most CCD vagy CMOS szenzorról van szó, ugye? Hanem abból, hogy... Nem. Hanem abból, hogy az egyik ugye az egy ilyen kompakt fényképezőgépben van, nincs benne hűtés, színes pixelek vannak rajta. Hát, az egyik az egy, a nyers képe az... Az egy konzumer termék, a másik meg egy profi. Tehát a konzumer és a profi. Igen. Hát és itt igazából ott jönnek ki igazán a különbségek, amikor nagyon ki akarod csavarni a, tehát, hogy a képet, a képből... Igen. Tehát hogyha a DSLR fényképezőgépeket ennyire a határa szeded, hogy a lehető legutolsó csepp információt is ki akarod szedni a képből. Igen, akkor ott jön elő a CCD és a DSLR között igazán a különbség. Mert akkor mert a DSLR-eket nem igazán tudod pontosan lekalibrálni, mert valószínűleg a Canonnak sem igazán nyersek a rójai, hiszen ugye a CMOS chipekben is már ugye, amikor te kiolvassa azért, akkor ott az egyes pixelek erősítői közti különbséget is már ő korrigálja. És ott mindenféle ilyen, de ez egyiket én nem értek hozzá, tehát a Zoli meg a Papista biztos, hogy sokkal többet tudna mesélni neked erről, de valószínűleg ott is olyan dolgok vannak, amiket nem tudunk. És nem olyan egyszerű itt a képet a fényképezőgépeknél, a DSLR-eknél, mint amilyen a CCD-knél. A CCD-knél sokkal nyersebb a nyers, és ezért jobban lehet velük dolgozni. Meg ugye 16 bitesek. És fekete-fehérek, ami szélesebb felhasználást ad. Az Oli mindig azt mondja egyébként, hogy milyen jó lenne, mert egyébként nagyon jók ezek a Canon szenzorok, meg a CMOS szenzorok, milyen jó lenne egy monokróm Canon. Igen, gyárilag monokróm. Az nem az igaz? Igen. Hogy milyen jó lenne egy olyat csinálni, hogy szerezni. Egy elmagyult emberről, aki ilyen... Bayer maszkot le... Aki a Bayer maszkot lepolírozták optikai módon a csipkületeiről, és akkor lett egy monokróm D8-os. Itt is mondja. Egyébként ugye a fejlődés mennyire előre mutat, egy kis időt várunk, és akkor esetleg a Samsung most olyan csippet hozott ki, ami háttér megvilágítású CMOS szenzor. Ugye ezelőtt 5 évvel vagy 6 évvel óriási nagy szenzáció volt, hogy ugye a szokás 30-40 cm-es kvantumhatású mérőben 80-90-en tudnak a háttérvilágítású profi scientific CCD-k. Itt van a consumer DSLR-ekben ezek a, igaz, hogy nem CCD, de CMOS háttérvilágítás csippek szintén tudják a 80-90 cm-es kvantumhatásokat. 30-40%-kal több foton van menni, mint az eddigi képek. Hát majd meglátjuk, hogy milyen képeket fog tudni vele ráállni egyszer, ha Samsungra adod a fegyelemben. Lehet. Egyébként arra is kíváncsi lennék, hogy ez a Nikon által ma nyilvánosságra hozott új fejlesztés, ez a D810A gép, ez mit tud, vagy mi lesz majd? Hát ez is majd kiderül nyilván idővel. Hát ha nem változtatnak az ajszűrésre, akkor nem lesz meg. Azért változott szerintem a Nikonban a csomó minden. 810 az egy csomó ajszűrő fotós azért adja el ezeket a gépeket, mert gyakorlatilag 2000 ISO fölött sötétben készült képek 70%-ban erős az sötét. Mert pedig 2000 ISO az mondjuk egy asztrofotós kezében még nem is olyan túl nagy, és nagyon ritkán fényképet a asztrofotós világos. Hát majd megtudjuk. Egyébként a 20-ben járul olvasztam annak idején, hogy abban eleve válogatott CCD-k voltak, plusz a zajszűrés is valamivel jobb volt, mint az egyébként a CCD-k.
Én nem vagyok abban biztos, hogy egyébként a 20DA esetében tényleg válogatott szenzorok voltak, hiszen azt, amit mutattam itt az előadásban, hogy egyes géptípusokon belül is írdatlan nagy különbség volt a... Igaz volt a többire is. És ott igazából egy-egy gépet hasonlítottak össze, és ott a 20DA az alacsonyabb zajú volt, mint a másik. Simán lehetett a véletlen műve, én úgy gondolom legalábbis. Sose jártam a kanonnál. Ja, én is egyébként, nem tudom, csak az... Igen, jó. Mondjad? Még egy kérdés eszembe jutott, hogy foglalkozol-e azzal a területtel, hogy a kicsit low-end-ebb képek milyen irányba mentek el. Régebben volt ez a vonal, hogy ez a 4/3-os rendszer, vagy 3/4-es rendszer, úgy nézett ki, egy pop-up kamera, és arra is cserélhetett képeket szereltek. Ez a vonal létezik-e? Jutott-e ez használható szintre, dolgoznak-e ezzel, vagy ez egy ilyen elhalt mellékág? Nem, tudom. Igazából nekem sose volt a... A 4/3-os rendszer az nem az, hogy egy ilyen elhaló rendszer, hanem ma már komoly konkurenciája a DSR vonalnak. Tehát a Milceg gyakorlatilag ma már többet adnak el szinte, mint tükrös vizéről. Igen, itt nem a 4/3-os, hanem a tükör nélküli, optikai kereső nélküli nagy szenzoros, nem, ugyanakkor a szenzor van benne, APS-C-sek ezek. Hát feles szenzoros, meg APS-C-s, meg 4/3-os. Egy dologban van különbség, amiben jelen pillanatban a DSR mindig vezet, a fókuszálási sebesség. Tehát amire beállítod a fókuszt, tehát az egy idő. A Milcegben ez már még nagyon lassú, a DSR-ekhez képest természetesen. Hát mi ez az elnevezés? Milc. Milc. Nem Milc. Nem Milc, igen. Ez a mirror lesz. A mirror lesz. Kamera, de... Mi az ütés? Ez egy rövid ütés, de milyen? A mirror lesz kamera, gondolom. Gondolom. És ezek is képesek ilyen hosszú záridőre, bálbüzemmódban, tehát akár ilyen... Igen. Bőven. A Canonnak ezek a Milc gépei, ezek ugyanazt a szenzort rakják bele, mint a többibe, ez a 18 megapixeles APS-C szenzor van benne. Csak egy kisebb gépfáz, nincsen benne a pentaprizmás vagy a tükrös kereső, csak egy elektronikus kereső van rajta. A kisebb a gépfáz, de ugyanakkor a objektíveket kell rárakni. Azok is rá mennek átalakítva. Ugye kisebb a vázmélységem, ugye nem kell, nincs benne a tükör, ami felcsapódik, csak az álszegítő. Azokat ki kell emelni, és vannak hozzá szerintem kisebb objektívek, amiket kifejezetten hozzá gyártanak. Meg egy csomó régi jó objektívet lehet használni, majd közé lehet tenni egy... Ja igen, hát úgy igen. Tehát biztos, hogy van létjogosultsága. Nem tudom. Csináltál-e valahogyan összehasonlítást, hogy az amatőrök számára készült apó lencsék, amit ugye mi apó refraksok, mert úgyhogy 2 vagy 3 lencsések, illetve a fotósoknak gyártott apó teleobjektívek vagy makro lencsék, azok hogyan összehasonlítanak egymást? Hát mondjuk egy ilyen LSL lencse? Hát szerintem általában a fotóobjektívek azok gyengébb meg. És ott is azok között is nagyon nagy szórás van. Tehát mondjuk egy Canon L-es teleobjektívből is van, amelyik egész jó, és van, amelyik pocsék. Tehát nyilván egy ilyen nagy nyílás rosszul van justírozva, nekem is egy 28-200-ason van, az nincs jó justírozva például. Be kellett bejlagolni a bajonett alatt az egésznek a rendszernek a dőlését, mert nem volt jó. És nem csak az én fényképezőgépem, hanem a többiekével sem. Mindegyikben ugyanaz volt a hiba, ferde volt a képsík, meg rosszul van justírozva, látszik például, hogyha egy csillagot defókuszálsz élőképen kinagyítva, akkor látszik, hogy nem központos, ahogy életleníted, hanem van benne justírhiba. Ezeket nem tudom, hogy más a minőség
Ezt hagymamára meg tortára állították be, nem mondták. Alapvetően nem csillagászati célra készültek ezek az optikák. A csillagászati tápcső ezzel az igénnyel készült, és így is justírozzák. Hát rengeteg tapcsa van benne. Pontosan megszerűen. De hát azért vannak jó lencsék. Tehát vannak jó sorozatok, amiből nagyon jókat, jellemzően tök jók vannak, meg vannak jellemzően nagyon rossz sorozatú objektívek, amik nem jók asztrofotózásra. Például egyébként nekem a nagy bánatom az, hogy a Canonnak igazán jó objektívje, nagy látószögű szerintem nincsen ilyen 20-28 mm alatt mondjuk. Van most már? Hát fix nincs, de... Hát vagy zoomos. De a 35. Nem zoomos, soha nem lesz. Már kettőben egészen komolyan. Hát az is úgy elhúz a szélén, mint az állat, tehát... Tehát a már 2-es már nem. Az is. Az is én láttam, sokkal kevésbé, mint a Mark 1-es, de még az is nagyon elhúz. Tehát egy csillagok, ha a csillagot szere, fotóztál vele csillagot? Nagyon csúnya a széle. Én tudom, hogy engem a fotósok mindig nagyon ütnek, hogy... Na testvérem, tegyük már rá a állványon, és nézzük meg, hogy milyen az optikán. Mindig adjon ütnek, hogy te hülye vagy, mert nem azt kellene fényképezni, de ettől még ez a teszt. De az az igazság, hogy ezt azért a népek már nem veszik észre. Hát persze, csak ugye... Ugye mi erre használjuk, és hát nyilván jó, nem azt mondom, hogy nem lehet asztrofotózásra használni őket, csak azt mondom, hogy ha azzal az igényel nézett, hogy mindegy távcsőné, hogy a, hát azért a sarokban is azért, vagy a kép szélén is azért elfogadható méretűek legyen a csillagok, ha nem is annyira pontszerű, mint a közepén, de mondjuk majdnem, vagy csak egy pici hiba legyen, amit mondjuk ha így nézed, akkor ne látszódjon, de ezek olyanok, hogy ha mondjuk teljes nyíláson fotózod, így nézed, akkor csúnyán elhúz a szél. Én ott voltam, amikor tavaly év közepén egy ilyen asztrofotós előadáson, a Dalóczi Csaba is megjelent, és ott egy-két ilyen fotózálidos asztrotájképet produkált, amikor azt csinálta, hogy a fényesebb csillagokat a exponálás végén ugye defokuszálta az objektívet, mert szépen blúrok vettek a fényesebb objektívet. És erre, hát én már találkoztam a fotós verkekben korábban is, és mondtam, hogy Csaba, ezt itt ezeknek az embereknek nem utaz, mert ezeknek nem az üteszünk be, hogy szép a felvétel, hanem az fájdalmas, hogy rosszul vagy az optikát. Tehát ebben teljesen igazad van. Mi totál máshogy látjuk. Van egy srác, most az MT-ben, aki időnként egy-egy ilyen csillagászati tárgyú felvétel is készít. Ez a kompa tök jó fej. Ez mentem képes fölhívni, hát amikor a távcsövet vett nálatok is, nem tudom, hogy találkoztunk-e ott akkor. Aztán talán nem, de mondjuk engem időnként fölni, vagy tanácsot adjak, hát mondom, mert elég szar helyre jössz, de minden. És tehát ő azt már tudja, hogy ha a kép szélén már elhúz, akkor az már nem jó. De mire ezt, hát mondjuk ő, a Peti az nagyon hamar felfogta. De mire ezt másoknak elmagyarázok, hogy nagyon szépek ezek az asztrotáj képek, de minket zavar az a szélén, hogyha kormálja a csillag. Én ezt elmagyarázom, lemegy a napfilát. És egyszerűen jó, nyilván az őszemünkben mi vagyunk a ügyék, ezzel nincsen probléma, de hát innen nézze meg ők. Igen. Igen, de én mondjuk ezt vallom, tehát nem szeretném, hogyha esetleg valaki félreérteni. Tehát én azt vallom igazából, és úgy gondolom, hogy igenis nem szabad a kép sarkait nézni, hogy ott most ott milyen alakúak a csillagok, vagy akkor most ott mi van ott a kép sarkán, hát, hanem egészében kell nézni a képet. De én úgy gondolom, hogy ott kezdődik a probléma, amikor ha így normálisan nézem a képet, és úgy már ordít az, hogy ott a sarkokban valami baj van. És általában nem az ordít, hogy csúnyák a csillagok, hanem úgy összességében a képnek a fényét és
az összhatását rontja azáltal. Egy ilyen, ilyen nagy látószögű fotón. Én tudom, mert csináltam sokat. Egy tejútmezőt, hogyha lefotózol, kicsik a csillagok, szépen látszik a tejút, és a végén elkenődnek a csillagok, és azáltal ugye nagyobb területre koncentrálódnak, és sokkal több és erőteljesebb lesz az egész, és csúnya. Tehát nem azért csúnya, mert kómásak, hanem azért, mert erősek. Tehát ott ilyen nagyon erős pacák jelennek meg a szélén. És ez összhatásában zavaró. Mondjuk, nincsen homogén benyomás az ember és a képnek, hogy látszik, hogy a szélekkel van. Azt látod, hogy egy szép ilyen homogén csillagszőnyeg van, és akkor ez csak így eldurvul így a széle fele. Érted? Így messziről. És ott erősebbek a csillagok. Hát mert nagyobbak, hát ez teljesen világos. Igen. Úgyhogy... Valaki? Hozzáfűzni való. Mit hagytam ki? Egyébként sok mindent kihagytam szerintem, nagyon sok mindent. Más fotókkal is szemléltethettem volna az előadást, azt hiszem. De hát ez a képanyag állt rendelkezésemre. De akkor ugyanezt mondtam. A Winchester. Nagyon jó volt. Köszönöm. Lesz az előadónk. Robot távcsövek. Azért sem publikáltam még a képet. Mi? Tudom. Mindenek neked szörnyű. Nem tudom.